és megint. Jó. És akkor van egy kis késésünk, de semmi baj. És az a lényeg, hogy mindenki jól érzi magát, hogy tényleg az a, azt hiszem az útidéknek az a része, hogy a stresszet nem akkor kell szárvasztani, akkor ugyanis tartsuk ezt a ritmus tartjuk egy ritmusban. És akkor megkérdünk volna a Mártont, Elte, Marcelis és Egyik, ugye egyes az első helyzetje. Új interakciók azonosítása, sejtek, endolózó szomorú, sejtszerűen, fájlások, akkor egy közön cím előadások, megtartásában. Hát akkor visszatom a kedves nézőket, és tiszteltem, hogy érdekető Molnár-tól vagyok, és az én témám az interakciók azonosítása, a sejtek, endolózó szomorú, sejtszerűen, fájlások, akkor között. Fölmerült a kérdés, hogy miért matematika arra van, és sejtsejtet vizsgálunk. Miért vizsgálunk a sejtet? Ha van esetleg egy betegség vagy elváltozás, érdekében nem tudom, amelyet vizsgálni kívánunk, annak a hátterében nyilván áll valószínűleg egy életnagy, egy funkcionális háttér, ami zavart szenved. Én itt a piramis legalján ábrázoltam a sejt funkciókat. Ugye a sejtek az élővilág legkisebb élő egysége. Azok a változások, amelyek itt megnyilvánulnak, de nem minden esetben, de nagyon sokszor a feltebbi szintükön is megnyilvánulnak. Tehát az itt a sejtfunkcióban keletkező zavarok általában az összes többi szinten zavar fognak előidézni, és végsősorban vezetnek egy betegséghez, egy elváltozáshoz. Ahhoz, hogy ezeket a betegségeket vagy elváltozásokat felterjük, mindenképpen szükséges, hogy a piramis alján kérdezik. Ilyen értelemben akár azt is mondhatnánk, hogy a sejtek bizonyos értelemben hasonlítanak egy valóságsóhoz. Mindkettőről kijelentették, hogy ennél aztán tényleg nincsen lejjebb. De más sejteket vizsgálunk, ezek eukarióta sejtek, jellemzőjük a kompartmentalizáció. Itt különböző membránhatárolt organellumokat találhatunk, és különböző rendszerek, ezek különböző rendszereket alkotnak. A mi fókuszunk van az endolizoszomális rendszerrel, ennek a legfőbb funkciója az külvilágban történő anyagfelvétel, ezeknek az anyagoknak a recivilizáció és egyenesen a lebontása. Különböző organellumok vannak a rendszerben jelen, ezek az organellumok legfőképpen fúziókérnek tartják a kapcsolatot. És itt lépnek leginkább két a pányázó faktorok, ugyanis a pányázó faktorok nélkül ezek a fúziós folyamatok nem tudnak végbe menni. Ekkor a rendszernek az alapvető funkcionalitása sérül, és így nem tudja ellátni a feladatát mindenképpen maga a sejt. Tehát a pályázatoktorok jelentősége tulajdonképpen a fúziót motorikusan végre meg plusz nefenyéréket kötik, és a fúzionáló rendvállalokat témrének koordinálják. Nem túlzás azt mondani, hogy talán a pályázatoktoroknak, a pályázatoktorok alegységeiben, vagy a bennük keletkező mutációnak igen széles skáláján ismerünk elváltozásokat. Itt egy táblázatot láthatnak, itt különböző modellszervezetekben és az emberben leírt elváltozásokat sorolták föl, és különböző pályázatfaktoroknak az alegységei vannak felsorolva, amelyekben leírták ezeket az összefüggéseket. Itt nagyon sok ugye modellszervezet van, jelen drozofila melanogaster, akár patkány, de igazából vörösen bekeretezve láthatjátok azokat, és igen sokan belőlük, amelyeket emberben írtak le. Itt az elváltozásnak igen széles skálára ismerhető fel, mint ezt elmondtam. Tehát tulajdonképpen idegrendszeri elváltozások, pszichomotor retardáció, központi idegrendszer, malformáció, leseelégtelenség, vérlemezkékkel is írtak le elváltozásokat, pigmentációs zavarokkal kapcsolatban fedeztek fel elváltozásokat, de májfunkciós zavarok is voltak, és ízületi elváltozások. Amit itt nem láttak az ábrán, hogy tulajdonképpen egyre növekvő irodalom a ráknál is összefüggésbe hozta már egyébként a pályázatfaktorok mutációit, tehát tényleg elég súlyos elváltozások keletkeznek abban az esetben, hogyha nem tudják tartani ezek a fekedők. Megemlíteném még itt a labelozinatot, mint pályázatfaktort, ez az én munkám során is kiemelt szerepet kapott. Az itt jelenlévő mutációk esetében szintén súlyos elváltozásokat írtak le, mint például iszomviszlomát megváltoztatni. Milyen típusai vannak a pályázatfaktoroknak, én nem szeretnék csak az endoszomális pályázatfaktorokról fogok beszélni, és nem szeretnék
rendszerint mindegyiket felsorolni. Itt az ábrán láthatok, megfogjátok a korlátot és a hopszot. Két nagyon példája a több barátséges multimer pályázatfaktoroknak. Itt vörösen bekarikázva láthatnak a közös öregségüket, hogy 4 és 18. Ez egy közös öregség. Erről a később jelben fogok beszélni, hogy milyenek a jelentősége. Megemlíteni továbbá azt, hogy vannak olyan pályázatfaktorok is, amelyek nem több barátségesek, hanem egységes fegyéreként vannak ilyen, mint a kurkotuló típusú, olyan endoszomális autoantigének, vagy a ravelozik. A pályázatfaktorok interakcióiról néhány szót. Tehát a legtöbb fehérjének a funkcióját mikor befolyásolják a más fehérjékkel történő interakciók. Nincs ez másképpen a pályázatfaktorok esetében sem. Hát milyen információk állnak ezzel kapcsolatban rendelkezésünkre? Egyrészt a pályázatfaktorok működését nagyban meghatározzák a fehérje-fehérje interakciók. Erre példaként a ravelozinat és a végtősítőlet fehérje interakcióját szeretném megemlíteni, amit a Ferrari komplex részeként azonosítottak rendőrűvel. Egyes pályázatfaktor alegységek azok több komplexben is részt vesznek, ilyen például a BIP-as 39-nek a alegségek, a Csövés és Ferrari pályázatfaktor komplexnek is a közös alegsége. És a pályázatfaktorok egymással is interakcióban léphetnek, erre példa az, amit a mi munkacsoportunk detektál. A VPS 18, és ezért nem láttam ki korábban, ez egy Corvette Fox közös alegség, és a labelozinat között interakció, amit én példaként felhoznék itt. A interakció teljes spektrum viszont nem ismert, és talán kijelenthetik, hogy az érváltozások függvényében ez mindenképpen kiválatos lenne ezeket az interakciókat azonosítani, és kivizsgálni a funkcionális hátterüket. A célkitűzésünk tehát az volt, hogy ezeket az interakciókat felderítsük, hogy polimorfizitációs és illesztőkörű technikából, minden fehérjék vonatkozásában, és nyilván ezeket a funkciókat megvizsgáljuk. Az eredmények következőek. Itt egy polimorfizitációt láthatok. A konstrukciókat meg egyedeket nem szeretném itt most részletezni, de tényleg a lényeg a következő. A ravelozin a VPS-t és a VPS 45 fehérjéket vizsgáltuk ebben az esetben, és azt kaptuk a vizsgálat során, hogy a három fehérjék folyamon precipitálódott. Ez a módszer, ez közvetett és közvetlen kapcsolatokat is kimutat fehérjék esetében. Így nem tudtuk eldönteni, hogy ez a kapcsolat, milyen a kapcsolat jellege. Tehát, hogy a három fehérje önmagában is képes egyenként kötődni egymáshoz, vagy az egyik fehérje a másodikot keresztül kötődik a harmadikhoz például. Azért, hogy ezt meg elröntsük ezt a kérdést, élesztőképítő technikához fordultunk, ez csak közvetlen kapcsolatban mutat ki. Tehát itt restriktív feltételek között láthatjátok a kovátok kísérletet, és azt látjátok, hogy a radalazit VPS-időt összeállítás esetében jelent kapunk, tehát ez a kapcsolat ez közvetlen, míg a VPS 18 és a VPS 15 összeállítás esetében nem kap végtelen, tehát itt a kapcsolat közvetlen. A mi feltételezésünk az volt, tehát hogy valamilyen, biztos, hogy valamilyen fehérje közvetíti ezt a kapcsolatot. Mi feltételezésünk az volt, hogy ez a fehérje nem más, mint maga a ravelozin, ami egyszerre átfogóként funkcionál két fehérje között. Ebben több felmerülő kérdés is felmerült. Mégpedig azt, hogy tud egyáltalán a két fehérje szimultán kötődni. Nincs egy térszerkezeti kizárás. Hol találtuk a kötőhelyét? A VPS 15 kötőhelyét ismertük, a VPS 18 kötőhelyét azonban nem a ravelozinnak. Mert ezt meghatározzuk, a továbbiakban a ravelozin VPS 18 kötőhelyét vizsgáltuk, ami a fehérje N-terminális fülői oldalra terülődött. Először a fehérjét C és N-terminális tartalmazó részre szabtaltuk szét. A C-terminális tartalmazó részre nem kapunk semmi élet, és ezt a későbbében nem is vizsgáltuk. Az N-terminális felüli oldalra azonban élet kaptunk, ezt további három részre megszabtaltuk. És itt a következőknek az eredmények. A VPS 18 kötőhely leginkább a ravelozin 285-425-es aminosabb itt tevődött, tevődött, míg a VPS 15 kötőhely az első 150 aminosabb, tehát ez alapján kijelentettük, hogy ismerünk olyan kötőhelyeket, amik nem fednek át. Tehát elvileg azt két fehér szimultán kötésére megjön a lehetőség. Ez itt a ravelozin brevitált szerkezet, ezt bioinformatikai módszerekkel ábrázoltuk. Itt is láthatjátok, hogy egyrészt láthatok türkézzel, itt inkább kétfehérjék látszódik a diamatintum. A VPS 15 kötőhelye, ami relatíve jól elmerül az általunk VPS 18 kötőhelyként megalakított zöld régiótól. Nyilván ez a brevitált szerkezet, tehát ez fenntartásokkal kezelendő, de minden esetben így is informatív valamennyire.
Tehát a hipotézisünk, tehát a további a következőképpen gondolkodunk. Valóban arra bele az én szolgáló szekvető molekulaként a BPS 18 körül. Ahhoz, hogy ezt megállapítsuk, a VPS 18 rameraznak köt, amit eltávolított. Amennyiben ugyanis eltávolítjuk a VPS 18 rameraznak kötőjét, ugye ez nem lesz képes folyamat egyszerűen tárolni a VPS 18. Ahhoz, hogy ezt végrehajtsuk, kétféle VPS 18 formát használtam föl a munkám során a későbbiekben. Egyrészt egy teljes hosszúságú szekvenciát, ami intakt VPS 18-at, ami képes normálisan kötődni. Másrészt egy olyat, ami olyan VPS 18 volt, amikor a rubberozin kötőket eltávolítottak. Tehát szintén egy elégtel szekvenciát láthatnak. Itt a rubberozin kötőfej látható, őt ütézzel, vagy kéken kémelve. Ezt ez a részében el lehet távolítani ebben az esetben. Itt a VPS-egyület interakcióját vizsgáltuk, de átvégésősorban a szerkesztett VPS 18-a VPS 18 K-os sejtek, mert ezek lényegében egy 293-as sejtvonal volt, ahol a VPS 18 endogén termelődések illet. A következtetés következő volt. Egyrészt az interakció csak az intakt fehérje esetében valósult meg, ami alatt én kijelentettem, hogy valóban a rabarazin szóval ezek a molekulaknak a két fehérje között. Ugyanakkor némi önkritikával élve azt is megjegyezném, hogy a kontrollként szolgáló inputban a kát fehérje mennyiséget, tehát a szerkesztetté az jóval kevesebb, mint az intakté. Így igazából lehet, hogy csak azért nem kaptunk itt jelent, mert nem volt elég mennyiségű fehérje a rendszerben. Minden esetre kijelentettük, hogy további vizsgálatok mindenképpen szükségesek lennének a definitív meghatározásének. Nem beszéltem még a funkcionális részéről ennek a kapcsolatnak, milyen jelentősége lehet ennek az egésznek. Mint a rabelozin VPS 18 kölcsönhatását vizsgáltuk, és azt észleltük, hogy az aktív mesz szerveződésében játszik valamilyen szerepel. Itt egy egészséges 293-as sejtvonalat láthatnak, nem tudom mennyire látszik magának kivetítőm. De azt láthatják, hogy merőben eltér a VPS 18 K-os sejtet. Ugye a VPS 18 nincs jelen, akkor a rabelozin kapcsolat az értelemszerűen nem fog megvalósulni. Azt láthatják, hogy a sejtek morfológiája jóval lekerekedett ebben az esetben, és a sejtek jobban hozzá az evolúció. Ahhoz, hogy további van, ezeket a sejteket transzfektáltuk VPS 18 intakt formával és VPS 18 szerkesztett formával, és azt kaptuk, hogy a sejtek morfológiája és az aktív filamentumok próbálkozta az jelentős mértékben leginkább az intakt fehérjék esetében menekítődött. Tehát mindenképpen kijelenthetjük, hogy valamilyen szerepet játszik tehát ez a kapcsolat, az aktív mesz szerveződésében. Konklúzió, tehát a következő. A rabelozin képes lehet a VPS egyület és a VPS 16 szimultán kötésére, ugyanis ismerünk olyan kötőhelyeket, amit nem fednek. Ez akár egy új önálló komplex szerelembősökben, és a rabelozin VPS 16 kötésnek szerepe lehet magában az aktív mesznek a szervezésében. Itt, amit én nem említettem meg, és mi is észleltük igazából, de korábbi irodalmi adatok alapján is ismert, az integrinek recitizációjában is részt vesz, de inkább a rabelozinak és a VPS egyület kapcsolata révén ismert adatok. Amit még megemlítenék itt esetleg ezen az ábrán, hogy megállt ide, de a VPS 18-ot én külön ábrázoltam egyelőre. Ugye az nem ismert, hogy a VPS 18 önállóan játszik ebben a komplexben szerepet, vagy magának a Corvette vagy a Pops adok komplexeknek a részeket interaktál ebben a rabelozinakkal és a VPS együletben. Hogyan tovább? Érdemes lenne a fehérjék szerkezetének a feltárása és a további információs állapotnak a terminálása mindenképpen értékes adatok lennek nyerhetőek. Itt talán, mivel nagy fehérjékről van szó, mint Ödvén krisztallográfia lenne az, amit érdemes lenne végrehajtani. Annak meghatározása, hogy a VPS 18 önállóan jelent, ez a Corvette vagy a Pops komplexnek a részeként. Szintén jó lenne, hogy a komplexek összetételének és a jelenlétének befolyásolása egyrészt indítva irányított mutagelezéssel magát az adatségeket, azokat az adatség részeket, amik a interakcióért felelősek, esetleg elrontani. Tehát a vizsgálat hogyan változik meg maga a komplexnek a működése sejtben. Továbbá a túltermeltetéssel magát az előfordulási rátáját, az összeszerelődési rátáját vizsgálni az egyes komplexeknek. Az életterű hatások befolyását is érdemes lenne vizsgálni. Tehát például, hogy maga egy komplex összeszerelődése, egy komplexnek a gyakorisága éhezés a stressz hatására nője. Tehát maga például egy komplex, nagyobb rátában veszed elem, hogyha a sejt egy autotárgy, nagyobb autotárgy fluxusra tartott éve.
Még a jövőbeli kilátások, mint ezt mondtam, vannak hibás pályázat fekvények ebben az esetben, amik helytelen pályázatot interakciót vezetnek, ez pedig sérülés repetíciókat eredményez. A két elképzelés az az lenne, egyrészt génterápiás kezeléssel az egészséges fekvényeket megtermelhetni a betegedjénekben, ezáltal ezek ellensúlyozni a hibás pályázat fekvényeket. Másrészt a faktorok célzott manipulációjával a pályázat faktorokhoz kötődő specifikus folyamatokat promotálni. Tehát, hogy irányítani magát magukat a folyamatokat is helyre. Végsősorban szeretnék összevetetni irányítani a témavezetőnek dr. Simon Mecsei Zsófiának, a Sőtárnak PHD hallgatónak, az anatómia tanszék munkatársaknak, Lőn Péter tanszékvezetőnek és Juhász Gábor dalgatvezetőnek, és önöknek is szeretném köszönni. Külön értékelni ezt ki kell emelni azt, amikor jelezted, hogy az eredmény, amit találsz, azért lehet, hogy fontosnak tartom azt, hogy akár azt is felvállaljuk, hogy egy eredményen lehet, hogy valami, mondjuk azt, hogy mellékelni, és nem biztos, hogy az, aminek első körben gondolnánk, hogy ezt külön köszönöm, hogy ezt kiemelted. Kérdésem van. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a fejlődő interakciós hálózat, amit néhány interakciót feltártatok, mennyire nagy, tehát az a pazar, amit néhány interakciót fejlődhetetek, mennyire is nagy. Azért kérdezem, mert ugye maga az irányban haladunk, hogy ezekről az interakciós hálózatokból mennek, vagy megjósunk, hogy jelenes. Tehát ilyen hálózati jelentéssel megközelíthető-e, hogy a betegséget megnyilvános valószínűséget. Mi ugye humán fejlesztésekben dolgozunk, de igazából maga az a kísérleti eljárásokat. Először ezeket éreztünk belőttek. És vannak párhuzamok is, ezek is kicsárul, de a kollega is beszélt korábban ezekről. Tehát elég egy irodalom van ebben kapcsolatban, de vannak eltérések is, például, hogy tudom, a mini korvet van például a Rosszokinában, amikor a másik felettségekhez összetételen. Tehát van egy elég nagy hálózat, igen. Mennyire lehet meggyorsan, úgy gondolom, hogy egyre több információ kellene ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy... Különösen az interakciók tekintetében, mert ezt mondtam, hogy ismerjük is a belegségeket is egy jelentős részét, akkor is ezek ilyen modulárisan tudnak szerveződni. Tehát, hogy igazából valamiket itt láttunk fekéréket, van róla tudomásunk, hogy részt vesznek teljesen ettől függetlenül más sejtfolyamatokban. Semmi közük nincs a pályázásban és esetekben, csak valamikor összeszerelődnek egy ilyen komplexben, és egy pályázat funkciót látnak el. Tehát is akkor, hogy ennek a rabenozinnak az interakciója ismerte, és akkor ne lehet avarkozni génterápiás, vagy bármilyen más módszerrel, akkor már egy bizonyos elváltozás kialakítható. Elégséges az információ? Ez egy távoli elképzelésünk, amit én mondtam, mert ez még kísérletesen nem lett ide még a hajban. Tehát Rosszival sem, vagy másban nem. Nem, sajnos egyelőre ez még nem. Még egy kérdés? Hogy hogyan képes egy pályázat faktor az aktív hálózat szerveződésére, hogy mikor megszűnik a különböző alegységek azok, ami egy-egy funkciója az, hogy a pályázatot szervezik? Az is lehetséges, hogy ennek még gondolom, hogy összeszívőben interaktálnak olyan fehérjékkel, és szállítanak el az aktív hálózathoz kötődő fehérjéket, amik annak a dinamikáját befolyásolják. Aktivitéti protein vas komplexnek van egy oktát, amit például a dinamikáját befolyásolja, vagy akár pont ezeknek a megemészítésével, ugye abban is lehet elmesülni, hogy olyan alakul az aktív hálózat. Úgyhogy ezeket a fehérjéket külön kiválogatjuk, és ugye rizoszomál is van, vagy éppen onnan. Hát akkor nem közvetlen. Nem, annyira nem. De ezt egyébként érdemes lenni, mert éppen nem vizsgálatlan. Jó, köszönöm szépen, hogy az előadás volt idő van, és világi ilyen a kísérleti orvosunk, amelyeket nem úgy, hogy a
Üdvözlök mindenkit, Pilár Lilián vagyok, és a kísérleti orvos tudományi kutatóintézetben dolgozom. Én a neuromodulátor rendszerek asszociatív rendszerek vizsgálatáról fogok beszélni, asszociatív tanulási feladatban. Egy kis rövid elméleti ismertetővel kezdenék. Az agykutatás ma már ott tart, hogy képesek vagyunk egy-egy idegsejtnek a működését megfigyelni élő szervezetekben, és ha bár ez nagyon ígéretesen hangzik, számos korláttal állunk szemben, és hát is sem bizonyítja ezt jobban annál, mint hogy jelenleg több mint 50 millió ember él a világszerte különböző neurodegeneratív betegségekkel, és a téma alapos kutatása ellenére jelenleg nincs módosításukra. A neuromodulátorok, köztük az acetilkolin és a dopamin olyan anyagok, amelyek képesek nagyon gyorsan átprogramozni az idegrendszeri információ feldolgozását, és ezáltal megváltoztatni az agyállapotát. Számos egyéb funkciójuk mellett kiemelt szerepük van a tanulásban, a memóriában, valamint a motivációban is. Schulz már az 1990-es évek végén azonosította a dopamin által kódolt dopamin érzési hibát, amit egy nagyon egyszerű példával fogok szemléltetni. Tegyük fel, hogy nagyon gyakran vásárolok online, és ezért különnek meg a ajándékban egy ruhát, akkor a dopaminák sejtjén nagyon elkezdenek tüzelni, hiszen váratlanul éri őket a meglepetés. Viszont ha rendelek egy ruhát, és megérkezik, akkor már a csomag megérkezésekor elkezdenek tüzelni a dopaminák sejtjén. Amikor viszont kinyitom a csomagot és látom a ruhát, akkor már nem vagyok nagyon kiskértékben. És ugye, hogy miért jelez hibát? Ugye, hogyha megérkezik a csomag, tüzelnek a dopaminák sejtjén, viszont ha kivontom a csomagot és egy nyakkendő van benne, akkor elkezdenek gátlódni a dopaminák sejtjén, hiszen hibásan jelezte előre azt, hogy utalmat fogok kapni. Ezzel párhuzamban vonhatóan hangja és mutatásai néhány éve kolinák sejteket azonosítottak a bazális előadt területén, és azt találták, hogy a kolinák aktiváció a váratlanság mértékével arányosan skálázódott, tehát minél váratlanabbul ért egy esemény, annál jobban meglepő. Tehát annál nagyobb aktivációt vált ki a kolinák sejtekben. Ahhoz, hogy megértsük ezt a tanulási mechanizmust, úgy gondoljuk, hogy elengedhetetlen a két neuromodulátor rendszer egyidejű vizsgálata. Ezért munkám során ezt a két rendszer szimultán figyeltem meg asszociatív tanulás végző megerekben. Ehhez a legújabb technikákat ötvöztük, elektrofiziológiai és matematikai módszereket alkalmaztunk, előbbi a sejtek aktivitásának elvezetésére, utóbbi az igazonosítására adott lehetőséget. És nézzük, hogy valósulhatom meg mindez. Először is szükség volt egy olyan egérvonal kitenyésztésére, akik mind a kolinák, mind a dopaminák sejtőkben képesek tényezőkeni olcsatornákat kifejezni. Majd egy egyedi tervezésű, két agyterület vizsgálatára alkalmas implantátumot építettem meg, ami agyterületenként 37 mikroelektródát és egy optikai szállat tartalmazott. Majd sztereotaxiás célzás segítségével adeno-asszociált vírus injektáltam az állat agyába, és körülbelül 100 mikrométeres nagyságrendű koordinátákkal beműtöttem az implantátumokat a képelt területre. Az állatok fejét a tanítások során rögzítettük, és a szájuk elé helyezett csövön jutalmat, az arcuk felé fordított csövek keresztül pedig küldetést kaptak. Az elektródák megfelelő pozíciójáról egy a laborokban kidolgozott CT alapú in vivo lokalizációs eljárással győződtünk meg, majd a kísérletek befejeztével a hagyományos fiziológiai eljárást is alkalmaztuk. A kísérletek során a vízmegvont állatokkal dolgoztunk, tehát az állatoknak adott vízmennyiségét csökkentettük, így a víz motiváló volt számukra, és az auditoros operáns kondicionálás során az állatok véletlenszerű sorrendben egy blokkban három hangot hallottak véletlenszerű sorrendben, és el kellett dönteni, hogy melyikre válaszolnak nyelvcsapással. Ebből két állandó hang volt, a 4 kHz-es egy cseppvíz formájában jutalma, a 10 kHz-es levegő lazgafújásával büntetést jelentett az állat számára. A harmadik hang és annak kimenetele blokkonként változó volt, és amíg az állat nem ért el legalább 70%-os teljesítményt mindhárom hangból, addig ugyanaz volt a harmadik hang és annak kimenetele. Tehát, hogyha a jutalmat jelző hangot követően megnyalta a csövet,
akkor jutalmat kapott, a büntetés viszont elkerülhette azzal, hogyha nem járta meg a csillagot a büntetés jelző hangot követően. Ezen az ábrán az látható, hogy átlagosan hány próbálkozás kellett a különböző harmadik hang és kimenetel pároknak tanulásához. Látható, hogy például itt az 5 kHz-es hang, ha jutalmat jelzett, akkor sokkal kevesebb próbálkozást igényel, hiszen nagyon közelesett a frekvencia a 4 kHz-es hanghoz, ami mindig jutalmat jelzett, viszont hogyha ugyanez a hang büntetést jelzett, akkor sokkal több próbálkozást igényel ennek a megtanulása. Ezen az ábrán egy időben felvett dopamináris és kolináris hangalkot válasza látható. A világos színnel az ábra felső részén az állandó jutalmat jelző, tehát biztosan jutalmat jelző 4 kHz-es hang látható, piros színnel a biztosan büntetést jelző 10 kHz-es hang, az alsó sötétebb zöld pedig az új, meglehetősen nehéz jutalmat jelző 8 kHz-es hang. Látható, hogy a bal oldalon a dopamináris sejt a 4 kHz-es hangot követően tüzeléssel válaszol, valamint a 8 kHz-es hang után is, viszont a büntetést jelző hangra egyáltalán nem válaszol. Ebben igazából semmi nincs, hiszen ugye ez összhangban van a dopamin jutalom előrejelzési hiba kódolásának elméletével, hogy képes előrejelezni a várható jutalmat. Viszont érdekes volt, hogy a kolináris sejteknél ugyanezt tapasztaltuk, hogy a biztosan jutalmat jelző 4 kHz-es hangra tüzeléssel válaszolt, a büntetést jelző hangra nem válaszolt, és az új jutalmat jelző hangra viszont a tesztek második felében kezdett el tüzeléssel válaszolni, illetve különbség volt még az időskálán között is, hiszen a dopaminát a hangot követően egy 50-120 millisekundummal válaszolt tüzeléssel, még a kolinák sejtek valamivel lassabb 70-200 millisekundummal a hangot követően. Ezek alapján tehát mind a két sejt előrejelzi a jutalmat. Ezen az ábrán a megerősítésre adott válasz látható, tehát amikor az állatok megkapták a jutalmat, tehát a vizet, látható, hogy a dopaminák sejt nem válaszol a víz megérkezésére. A váratlan víz megérkezésére viszont látható egy 50-150 millisekundumos tüzelés. Ez ugye szintén összhangban van a jutalom előrejelzési hiba kódolásának elméletével. Azonban nagyon érdekes volt az, hogy a kolinák sejt sem válaszolt a biztosan megérkező vízre, azonban a váratlan víz megérkezésére egy nagyon gyors 25-30 millisekundumos tüzeléssel válaszolt. Valamint ugyanez a két sejt a büntetés tekintetében azt mutatta, hogy a dopaminális sejt egy lassú gázlódással válaszolt a büntetés megérkezésére, tehát egy 100-300 millisekundummal a büntetés megérkezését követően. A kolinális sejt viszont a dopaminális sejtel ellentétben egy rendkívül gyors és precíz tüzeléssel válaszolt. Ezek alapján tehát még a dopaminek sejtek jutalom előrejelzési hibát kódolnak, addig a kolinák sejtek egy előjel nélküli predikciós hibát kódolnak. Az elvezetett dopaminák sejteknek két csoportját azonosítottuk. Az első csoport az a büntetés tekintetében, ugye, tehát hogy a jutalom és a büntetés tekintetében is követte az elméletet, viszont a másik csoport a büntetés tekintetében nem, hiszen a büntetés jelző hangot követően feltartotta ezt az aktivitást, ellentétben az előző lenne valahol gátlódott. Valamint a kolinák sejteknek szintén két csoportját azonosítottuk. Az első csoport a büntetés jelző hangra a jutalmat jelző hanggal azonos módon skálázódó tüzelést mutatott, azonban a büntetés megérkezésére egy nagyon gyors tüzeléssel válaszolt, és a másik csoport abban különbözött az elsőtől, hogy a büntetés jelző hangot követően és a büntetés megérkezésére is mutatta ezt a rendkívül gyors és precíz választ. Összefoglalva a dolgozatomban megmutattam, hogy sikeresen azonosítottam a két agyterület neurónjait egy időben. Megmutattam, hogy a dopaminág és a kolinág sejt képes előrejelezni a várható jutalmat, valamint azt, hogy a kolinák sejtek, ha bár nagyon-nagyon gyors válaszra képesek, szinte mindegy nekik, hogy örülök-e az adott esemény bekövetkezésének. A dopaminák sejtek valamivel lassabb válaszra képesek, viszont már mutatják azt, hogy örülök-e
annak az eseménynek a bekövetkezésének. Ezek alapján tehát a két rendszer nagyon-nagyon hasonló információt kódol, azonban más időskálákon. És hogy hogyan tovább? Abban bízunk, hogy eredményünk nem csupán az agyműködés pontosabb megértéséhez járultak hozzá, hanem esetleg a különböző terápiás alkalmazásokban is haszna lehet. Például, ha valakinek nagyon alacsony az agyában a dopamin szint, akkor most jelenleg kb. Elárasztják az agyát dopaminnal, holott az nem megoldás, hiszen a fázikus aktivitás az nagyon-nagyon fontos, tehát és sokkal célzottabb alkalmazás kellene. Eredményeinket egy új technikával, fiberfotometri módszerrel is megerősítettük. Elkezdtük magasabb szinten elemezni ezeket az adatokat, úgyhogy remélhetőleg jövőre megjelenik a publikáció ezekből az eredményekből. Valamint szeretnénk a szerotonin rendszert is bevonni a kísérletbe. Ugye a szerotoninról nagyon sokan arra asszociálnak, hogy a boldogság hormon, azonban nagyon kevesen tudják, hogy például a pszichopatáknak nagyon alacsony a szerotonin szintjük, viszont nagyon magas a dopamin szintjük. És egyébként még számos egyéb kognitív változásban szerepe van. Úgyhogy azt szeretnénk, hogy a későbbiekben ezt a három neuromodulátor rendszert együtt tudjuk vizsgálni, hiszen biztosan valamilyen összefüggésben vannak, hogyha ennyire hasonlítanak egymásra. Szeretném megköszönni a témavezetőjének, Hangya Balázsnak és Király Bálintnak, ide köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, hogy elég számos megoldás kérdésre fogok. Kérlek. Nekem egy kérdés nem lehet igazából, ezek nagyon lehet az összehasonlítani, hogy nagyon viszont most volt ez a technikát, elérve nincs valami hallottam. És kérdésem az az, hogy említettem, hogy a stereomoduláció heterogénebb voltak a választásokban, hogy ennek van valamilyen anatómiai, tehát sejtani különbség ezeknek a sejtek között? Hát a sejt morfológia között nincs, viszont az elhelyezkedésben, hogy hol helyezkednek el ezek a sejtek, abban lehet. Ezt előttek megnézni, de ugye? Igen. Oké, milyen kérdés? Igen, fogy, kérlek. Fiber fotometri megerősítés, ez mit jelent? A fiber fotometri az egy olyan technika, hogy ugyanúgy fényérzékenyé lehet tenni szelektíven a kolinárgi és a dopaminárgi sejteket, és hogyha bevezettünk ugyanúgy lézert az állatnak az agyába, akkor ugye, mivel hogy fluoreszcensen világítanak ezek a sejtek, ezért visszaállítálják a fényt gyakorlatilag a műszerbe, és így az aktivitásukat tudjuk detektálni populáció szinten. Ugye az elektrofiziológiai módszerrel egy-egy sejt aktivitását tudtam elvezetni, ezzel a fiberfotometri technikával pedig populáció szinten. 3D-ben lehet nézni, hogy hol van az agyában? Hát nem 3D-ben, hanem bemütöm egy optikai szálat, és akkor utána összekötöm egy gépben. Persze, hát megvannak ezek a standard agyi atlaszok, és akkor ezeket a koordinátákat használjuk, és akkor így tudjuk, hogy hova kell bemutatni az implantátumot. Köszönöm, Csongi! Nekem most van egy kérdés, hogy nem kérek már választ, hogy egy formájára gratulációban. Melyik erre a sejtény közelnek? Mert a váratlanság elő az előadásánál. Most mindkettő! Milyen technikák megvizetek? Nagyon tetszik. Mármint, hogy... Én nagyon tudom, milyen. Ja! Nagyon vállalom, miért, hogy ennyire... Akkor a kormány és a dopaminát csináljuk. Jó, egy kérdés, hogy talán... Ott, kérlek. És van, hogy mert a... Hát... Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, még nem nagyon. Tehát, hogy még várjuk a vírust, amivel a szerotonin tudjuk nyelvelni, úgyhogy igazából ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, de mivel, hogy elvileg vannak már olyan eredmények, akik szerint lehet a szerotoninnek is egy olyan szerepe, hogy valamilyen predikciós hibát kódolhat, és úgyhogy emiatt így a későbbiekben szeretnénk, hogy így az összes neuromodulátor rendszer
megnézzük csak, hogy akkor mondjuk egy állat úgy néznek, mint egy sündisznó, vagy annyi optikai szállának ki a fejéből, szóval, hogy ennek így a genetikai kivitelezése is nagyon nehéz, hogy fogadjuk be a vírust, hogy ne hassanak egymásra. Úgyhogy ez még egy kicsit nehézkesebb. De egyébként nagyon jó, és nagyon kíváncsi vagyunk rá, hogy milyen szerepe lehet ki ebben. Köszi szépen! Ennyit! Diákos Szegedre 2. Korábban nem vizsgált hibadelmon fajok által tervezett fertőleg jóra mennyiségű vizsgálata, APRC és ARMS metodával. Sziasztok! Rozsánk is vagyok a Szegedi Tudományegyetemi Mikrobiológia Intézet és hallgatója, és a címen látható elég bonyolultnak tűnő előadással készültem. Röviden igazából a kutatócsoportunk megfelelő kutatását fogom bemutatni. Így előrevetítve az előadás mellett, az első jégpontban majd az ott érésben bemutatott kutatásról, utána pedig a kutatás jelenlegi állásáról, és így magának a vektorból kutatásának a jövőjéről fogok egyre párgondolban beszélni. De mégis azok a vektorból, ezt tefelé a 20-an is csomóan megkérdeztétek, igen, elégből csinálni semmit. Ezek a fekérékhez hasonló molekulák egy 5-20 aminosabb hosszúsági lineáris lánc alkotja őket. Az a különlegességük viszont, hogy nagy mennyiségben tartalmaznak nem fehérje aminosavat. Ilyen például az alfa-aminozofajsav, ez látható az ábrán is, de például az izobalin is gyakran előfordul ezekben a molekulákban. További különlegességük, hogy a C-terminálisok aminó alkotott csoport figyelhető meg, valamint hogy az N-terminálisokat az. A szintézisük is különleges, ugyanis nem ribosomális szintézissel rendelkeznek, hanem úgynevezett nem ribosomális peptid szintetáz enzimek állítják össze ezeket a molekulákat. Látható, hogy ez moduláris felépítési enzim, ezért mind az enzimre, mind a peptidokra az igen nagy változatosság jellemző, egy fajon belül akár több mint 20 különböző peptidot is lehet azonosítani. Peptidok biológiai aktív szekundár metabolitok közé tartoznak. Ez azt jelenti, hogy nem szükséges a termelő szervezet növekedéséhez vagy szaporodásához, azonban képesek neki szelektívvel biztosítani. Ugyanis úgy képesek ezt biztosítani, hogy képesek egymáshoz kapcsolódva transzmembrán ionosatornákat létrehozni, ami ionok átjárhatóságát teszi lehetővé a membrán két oldalak között, ezáltal egyfajta antibiotikus tulajdonságot biztosít. A leghíresebb törzs, amely termeli őket, nemzetség, az a Gilderma nemzetség, ezek a tömnyös gombák közé tartoznak, és jellemző rájuk a mikroparazita életmód, képesek más gombákat parazitálni. Még különlegességük, hogy a mezőgazdasági ipar már évekóta felhasználja őket, kedvező tulajdonságok miatt, mint például az antibiotikum termelés, biokontroll tulajdonság, vagy antagonista képesség, mint egyik gombfajokra szemben. A kutatásunk célkitűzése volt, hogy ilyen peptidokat extrahájunk, peptidok termelésre korábban nem vizsgált hajokból, majd ezeknek az aminosabb sorrendjét meghatározott HBLC3-es technológiai segítségével, ezt követően egy mennyiség és minőségi vizsgálatot végezzünk, majd a szekvenciákat összehasonlítsuk a szakirodalomban szereplő peptidokkal, utána egymással is, és logaritmikailag is elemezzük őket, végül pedig a biológiai hatást megfigyeljük. A kutatáshoz 6 tőlem a törzset választottunk ki a Nincsi Műszaki Egyetem törzsüteményéből. Ezeket újra azonosítottuk, hogy meggyőződjük, hogy a törzsüteményben lejött fajokat felelnek meg. Tőlem a Britannicum helyett, tőlem a Camerunense faj, tőlem a Hamatum helyett, pedig tőlem a Tomentum fajt azonosítottunk. Továbbá kiválasztottunk két darab különböző kiodába hosszú törzset, hogy egymásról is összehasonlítsuk őket. Az eredmények a mennyiségi vizsgálattal kezdeném,
A hat jódelma törzsben összesen 103 beta-jól szekvenciát sikerült mutatnunk, amiből 95 szekvencia teljesen ugyanúgy. Itt a csődelma kamerán az elsőkkel látható, hogy volt 8 olyan szekvencia, amely megfelelt már a szakirodalomban korábban leírt beta-jódelma. Megvizsgáltunk utána külön-külön is őket, hogy milyen mennyiségre termelik ezeket a beta-jódokat, és megállapítottuk, hogy minden törzs 1-4 peptide volt, ez kiemelkedően magas mennyiségben termel. Talán ezek közül is a legérdekesebb, jobb fölül látható győdelme kávelőnze, ugyanis, ahogy említettem, nála volt egyezés a korábban azonosított trigorszipáptaiból családban, és azt alapítottuk meg, hogy ezek közül termel 4-en nagyobb mennyiségben törzs. A minőségi vizsgálat alapján elmondtuk, hogy a peptidikus szekvencián 18 annusan hosszúak voltak, itt egyetlen kivétel volt a trihodelma a hosszú 889-es törzse, ugyanis ez 19 annusan hosszú peptidikusokat termel. Összehasonlított képet számítettem, hogy a korábban azonosított peptidikusokban, itt látható bal oldalt az általunk vizsgált törzsek, jobb oldalt pedig a hozzáig legjobban hasonlító peptidikusok. Azt említettem már, hogy a győdelmek a bemenze esetén pontos egyezés is volt, de itt még kiemelném a győdelme rosszú két törzs. A hozzáig nagyobban hasonlító peptidból az 18-19 ambos hosszú, hanem 20, és ehhez viszonyítva itt R6-os pozícióban és 19-es pozícióban annosan hiányzott, valamint azt még érdekes megnézni, hogy a két törzs között is elég nagy különbségek vannak a peptidból termelés szempontjában. Az utolsó, amit kiemelnék még, az a tőlelmi szerepi formá törzs, ugyanis itt azonosítottunk egy tirozóan aminoalkóba csoportot. Ilyet peptaiolokban korábban csak egyszer azonosítottak, és azt is az elmúlt fél évben. Azért érdemes megjegyezni azt, hogy tirozóan aminoalkóba csoportban, mert majd nem sokára ki fogunk élni a bioaktivitásra is, és az ismert, hogy az aminoalkohol csoportok azok erősen befolyásolják, hogy milyen antibiotikus tulajdonsággal rendelkezik a terotvertekból. Mielőtt a szekvenciák összehasonlítására rátérnék, elmondanám, hogy miért is fontos az, hogy, hogy ismerjük, hogy pontosan milyen hangosabb oldalláncok és milyen szekvencia. Hogy az előadás elején is említettem, a peptaiolok több ugyanolyan összekapcsolódnak, képes egy ilyen csatornát létrehozni, és emiatt az, hogy milyen köztes hangosabbak vannak, az erősen le tudja folyásolni, hogy ez az imacsatorna mennyi ideig van nyitva, vagy hogyan működik. A legjobb példa erre, amit hoztam, az a tőlelme tomatózum esete. Ezt megvizsgáltuk ezt a törzset, mint alul látható a szekvenciája, fölötte pedig a hozzá legjobban hasonlító tirokinin peptidból. Látható, hogy gyakorlatilag majdnem az egész hasonlító, ugyanaz, viszont van négy olyan aminosav, amely eltér. Ezek közül majd a bioaktivitás eredményeknél látni fogjuk, hogy ez az alanin, itt R14-es pozícióban elég nagy változást okozott a bioaktivitás tesztekben. A minőségi vizsgálat alapján megfigyeltünk, hogy R6-os és R7-es pozícióban az esetek 100%-ban a glutamin, R7-es, 8-as pozícióban aminosav helyezkedik el, R17-es, 18-es, 19-es pozíció, majd közvetlen az aminoalkohol csoport előtt mindig, vagy az esetek legtöbb évben glutamin figyelhető meg, és a C-terminálison pedig a legtöbb esetben leucinol vagy izoleucinol. A filogenetikai vizsgálatot is végeztünk, szekvenciákat összehasonlítottunk. Ehhez a peptaiból általános szekvenciáját tettük alapul, valamint a tőlem a törzsek peptaiból a szekvenciáját. Ez egy olyan szekvencia, amely folyónként egyedi, emiatt azonosításhoz lehet alkalmazni, például az újraazonosítást és ezek alapján végeztük. Megfigyeltük, hogy az ábrán kiemelt törzs, mind a két esetben egy klánba sorolhatóak, azonban peptaiból szekvenciák alapján még két tőlem a törzsükre sorolható. Hasonló eredményt figyeltünk meg az ábrán kiemelt négy törzs esetén is, azonban itt pont fordítva volt, ugyanis a befejlő szekvencia alapján sorolható még ide egy győdelme törzs. De
Ám a filogenetikai vizsgálat egyik legérdekesebb eredménye viszont az volt, hogy a két Childenhausen törzs az nem egyezett egymással, sőt, Patrick O'Shaughnessy alapján elég távol helyezkedett egymástól. Egy 2015-ös ciklus hasonló ír, amelyben azt feltételezik, hogy valószínűleg több különböző fajt is Childenhausenként azonosított ki eddig, és felvehetően több fajról, vagy alfajról van szó ezen belül, és a mi eredményünk is erre utalnak. Itt látható a bioaktivitás vizsgálatok az eredményei. Itt a minimális tápanyag koncentrációk vannak felmutatva, ami azt jelenti, hogy minél kisebb a szám, gyakorlatilag minél kisebb mennyiség szükséges a trióderma kivonatokból, hogy a itt jelölt baktériumokra kártérjenek. Itt, hát ez elég zöld szín, nem tudom, mennyire látszik zöldnek. Ezek növényfatogén baktériumok mind a két esetben, az alsó pedig olyan baktériumok, amelynek ismertek kívánfatogén törzse is. Megfigyeltük azt, hogy a gram-negatív baktériumok, azok rezisztenciát mutattak a betegekkel szemben. Ezen kívül azt is megfigyeltük, hogy a tirozinol és a fenilalanol immunoaktív csoporttal rendelkező peptaidok, azok gyengébb gátlóhatást mutatnak a baktériumokkal szemben, a leucinol vagy izoleucinollal rendelkező immunoaktív peptaidok, azok elég erős gátlóhatást mutatnak. Az is érdekes, hogy az annos a peptaidok hossza az gyakorlatilag nem befolyásolja kézottan ezt a bioaktivitást. Kiemelném még, amit már korábban említettem, a Trioderma tomentózum esetén, ugyanis itt kifejezetten erős gátlóhatás hatása jelentkezett a Bacillus cereus törzsel szemben. Ez azért fontos, mert a Bacillus cereus az képes emésztőrendszeri megfertőzéseket okozni olyan betegekben, ahol produktumagátló vagy csökkent gyorsnak áll fönn, ezért áll fönn. És a tetfajdalokból egy korábban cikk bebizonyította azt, hogy bár a humánsejtekre is toxikusak lehetnek erős koncentrációban, azonban orálisan beléve szájon keresztül ez a toxicitás nem jelentkezik. Emiatt ilyen emésztőrendszeri megbetegedések esetén későbbiekben akár humán egészségügyi beantibiotikumként is lehetne lehetőre használni. Ez is további kutatásra igényelni. Itt látható a jelenlegi kutatásunk, ugyanis itt már nem Childenhausen kivonatokkal, hanem tisztított peptaidból vegyületeket használtunk, és látható, hogy itt már sokkal erősebb az antibiotikus hatás. Valamint, hogy a tudományi baktériumok továbbá is erős rezisztenciát mutatnak. Hozzátartozik még a kutatásunkhoz, hogy ezeket a peptaidokat modellezzük is. A HPLC vizsgálat során meghatároztuk az annósok sorrendet, ebből következtetni tudtunk a peptaidok struktúrájára. Ezek a struktúrák után pedig egy DPCA eljárás segítségével meghatároztuk azt, hogy melyek a legstabilabbak, leggyakrabban előforduló struktúrák, amiket beazonosítottunk. Jó, megvan a leggyakrabban előforduló peptaidból, de még továbbra sem tudjuk, hogy hogy működik meg az immuncsatorna, az mennyire befolyásolja. Ezt most jelenleg itt állunk, és ez a következő lépcsője a kutatásunknak, hogy molekuláris modellezéssel, számítógépes szimulációkkal az immuncsatornát, azt immuncsatorna működését azt modellezni tudjuk. Itt látható egy ilyen peptaidból csatorna működés közben, ez a kutatócsoportunk egy korábbi munkája. Itt például víz molekulákat tud átjuttatni a membrán egyik oldaláról a másikra. És akkor át is térnék magának a peptaidból kutatásnak a jövőjére. A triodermákat, azokat már évek óta felhasználják az orvosi ipar, ezt említettem, a biológiai védekezésben hatalmas szerepük van. Viszont ahhoz, hogy a peptaidok is idáig eljussanak, azok addig még további kutatások szükségesek, ugyanis tudnunk rá, hogy milyen kapcsolatban a szerkezet, és ez az immuncsatorna képző tulajdonsága antibiotikus hatás között. Azonban az antibiotikum rezisztencia ellen
lehet egy újfajta megközelítési mód, mind növényvédelemben, mind humán egészségben, ahogy ezt láthatjuk a bioaktivitás tesztelnél is, valamint ez az én tudomásomra is csak egy fél nappal ezelőtt jutott, megjelent augusztusban egy cikk, amiben úgy néz ki, hogy fertilizátorokat sikerült rákos sejtek elpusztítására alkalmazni, méghozzá úgy, hogy már más sejtek is toxikusak, viszont van egy kis határ, amikor még az egészséges sejtek nem veszik fel, viszont a tumor sejtek már felveszik a fertilizátorokat, ezáltal csak azok sérülnek, amelyeken elváltozott a tumor sejtek. De igazából az öncsatornak érző tulajdonságok miatt a jövőben új kutatási módszerek előállításában is fontos szerepet játszhatnak. És ezzel igazából szeretném megköszönni a figyelmet. Tömös gombák belül, tömös gombák, amikre legyük a jellemző, és azt mondom, hogy a triodermákra, de a peptidok termelés az ahhoz képest, hogy a hat törzs, amiben kimutatjuk a peptidok termelést, az igazából egy 70 törzset vizsgáltunk meg, és csak 6-ba volt kimutatható bármilyen peptidok termelés is. Én a tudomásom szerint csak a tömös gombák között van olyan, aki ilyen molekulát. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ők nincsenek belefogolva a DNS-re, viszont ezek a nem hipószomális peptidszintetázók, ezek igen. Viszont a modulális felépítésük miatt azt, hogy ami a DNS-ben van kódolva, meg ami az enzim, a között van változás, mert ezek a modulok ezek különbözően tudnak összeépülni. Akkor a filogenetikához nem lehet. Az lesz igazából a következő lépés, mivel akkor általános szekvenciákat vizsgáltunk meg, ami a leggyakrabban előfordul, ezért az az enzim is, ami ezeket termelni, az volt belőle leggyakrabban. Azért, mert a peptidokban majdnem biztosan mindegyikben van hajmatlanság. Ez pedig egy elég ellenállalmasabb, és mind sejteken belül, mind sejteken kívül nagyjából majdnem elpusztítottan, és nagyon nehéz lebontani. Itt valószínűleg a felszívódása az egyáltalán, emiatt mivel hogy nem tud lemondani a savakat, ezért egyáltalán nem tud felszívódni és bejutni a szervezetbe, és emiatt van az, hogy gyakorlatilag így kácsa tud bennele igazából lenni. Az érdekelne, hogy lehet, hogy nem ilyen, Igazából annak is mondható, hogy maga a molekula, ezeknek az enzimeknek a felépítése az áll egy C és egy A gyakorlatilag doménből, ami ismétlődve segíti azt, hogy minél több a karbonosok utána be tudja lépni. És ezek különböző sorrendben, mert különböző módon tudnak összeállni egy enzimé, és emiatt van az, hogy nagy a diverzitás, és minél nagyobb a diverzitás, annál nagyobb az esélye annak, hogy van benne egy igazán erős antibiotikus tulajdonsággal rendelkező molekula. Emiatt így ezt erősen mondani, hogy ez evolúciósan előtt jelent, de elképzelhető. Köszönöm, hogy megkérdeztem, hogy van egy
specifikus sága ezeknek, hogy vajon mi lehet az evolúciós elemény? Ilyen pont itt oda elmárkért pont ezek. Valami életmódban, valami miatt. A Trichoderma-k mikroparaziták, és az, hogy el tudunk pusztítani egy másik gombasejtet, ahhoz például előnk tudnak nyújtani. Mert nem csak bakteriális, hogy gombasejteket, ugyanúgy gombasejteket is képes, azokba is képes a sejtmembránba beleépülni, és azokat is képes elpusztítani. Így valószínűleg a triodermáknak is előnk nyújt az, hogy ilyen molekulát megtermelnek. De nekem egy nagyobb kérdésem volt, hogy akkor ezt megtermeli, akkor ezt hogy bemutod nekik? Hogy hogy adja a tárgyalat? Ez egy jó kérdés. Nincs egy pontosan a válasz. Valahogy úgy ki tudják választani ezeket a molekulákat, hogy az csak az általán célzott baktériumnak, dokumentának átcsak. Arra gondoltam, hogy ez egy parazita, tehát egy parazita gomba, vagy gomba, parazita gomba, vagy ez tényleg sokszorban azért, hogy esetleg máshol előfordulhat, tehát lehetséges az, hogy az, amit látok, az csak azért van, hogy nem tudjuk még nem vizsgáltak a más csoportot. Jó, de látom kívül. Tudós gombákon belül az aszkomikotok törzs fordalimocitás osztályán belül a hipokreális rendben tartoznak a triodermák, és erről a rendről ismert az, hogy ezek van a legtöbb mikroparaziták. Ezek közül is a triodermák azok, amelyeknél több mint 60% azt hiszem mikroparaziták, ezért őket vizsgáltuk, de elképzelhető az, hogy a triodermákon kívül más törzsek is azt felhasználják. Erről tudom, hogy van ott azért még más olyan gombák, mint viszont más parazitának. Tehát a tömörös gombák között nem csak gomba parazit, nem csak gombák parazitának. Azt tudom, hogy a rongiba rakják az egység, még is vannak olyan törzsek, akik termelnek tehát egy gombát. Azokat ebbe a, most ebbe a kutatásban nem vettük bele, de korábban a tanszékünk már adott olyan cikket, amikor csak az okay. Jó, nagyon szépen köszönöm, nem izgalmas volt, köszönöm szépen. Úrján András, Erdély, mikrobiológia 3-as tagozat első helyzetnek. Mi állat a polimorfizmusok felfedezések, kormányzás jelentés. Köszöntöm a tisztelt részvevőket, Súly András vagyok, és az én témám az új állati poliomusok felfedezéses vizsgálatunk. Polioma vírusok, azok a polioma viridé családra tartozó vírusfajokat jelenti. A családnak nem még négy, most már pár hónapja 6 nemzetsége van. Az alfa és a beta polioma vírus nemzetségbe az emlősök polioma vírusai tartoznak. A gammában kizárólag a madarakat fertőző vírusok, a deltában korábban csak humán poliomavírusok tartoztak, de most már néhány emlős poliomavírus is oda került. Emellett megjegyezném, hogy humán poliomavírusok az alfa és a béta nemzetsége is megtalálhatóak, az epsilon és a zeta poliomavírus pedig nemrég fogadták el, és olyan vírusok tartoznak oda, amelyek filogenetikailag nem esnek másik csoportokban. Ebből is látható, hogy ezek vírusok rendkívül diverzek, és az evolúciójuk és filogenetikai viszonyai még nem feltáltak. Ennek oka, hogy más víruscsaládok rendkívül fajta specifikusok. Polioma vírusoknál ezt rengeteg gazdaváltás, illetve ősi kereszteződési folyamatok nehezítik meg. Ezek a vírusok lipidburok nélküli, kettős szálú DSDNS vírusok cirkuláris genommal rendelkeznek. Átmérőjük az 40-50 nanométer, tehát kisméretű onkovírusnak számítanak.
rendkívül szélesebb az a spektrum, megtaláltuk madarakban, emlősökben, halakban, de volt már kimutatásuk a ízeltlábú mintákban is. Denevérekben kimutatott és igaz volt ezeknek a vírusoknak a gyors gazdaváltása. Általában a poliomírusok a patogének nem jelentenek a gazdálatra veszélyt, de immunkárosodás, illetve gazdaváltás során rendkívül agresszívé válhatnak, humán és állatorvosi jelentőségük is van. A merkelsejtes humán bőrrákot, ez egy rendkívül agresszív bőrrák poliomavírusok okozzák, illetve vesetranszplantáció után az immunszupresszáns gyógyszerek hatására poliomavírusok daganatai teljesen tönkretehetik az újonnan beültetett szervet. A bujkavérzéses poliomavírusa pedig jelentős károkat tud okozni a gazdáknak az állatok elbújásával. Denevérek a mamália, a chiroptera osztályba tartoznak, nem is chiroptera rend, mamália osztályba tartozik, és ők az emlősök egyetlen aktívan repülő képes képviselői. Ez egy meglehetősen nagy csoport, az emlős fajok 26%-a tartozik bele, és a rákcsálat után a legnagyobb csoport. A denevérekkel kapcsolatos kutatások az elmúlt évtizedekben a denevérek vírusrezervoár szerepére koncentráltak, és azt találták, hogy ezek az állatok fiziológiai, immunológiai és ökológiai tulajdonságok miatt rendkívül jó vírusrezervoárok, zoonotikus jelentőségük nagy, számos veszélyes, fertőző humán és állati vírusnak a hordozói. Ennek röviden összefoglalva az oka, mivel a kolóniában élnek, gyorsan megfertőzik egymást az egyedek, és immunrendszerük némiképp máshogy áll a vírusfertőzéshez, mint mondjuk egy humán vagy más emlős immunrendszere, ők inkább együtt élnek a vírusokkal, és ezért lehetséges az, hogy egy denevér akár egy ebola vírust is hosszú ideig képes hordozni. Egy korábbi kutatásban leírta szerint egyetlen egészséges denevér példányból 9 víruscsalád 58 vírusát mutatták ki. Egy személyes tekintés is van a vírusrezervoár szereppel kapcsolatban, hogy 3 évvel ezelőtt az első egyetemi TDK-on egy kisebb vitába kerültem az akkor a bizottság elnökével. Nem sikerült semmilyen érvel, tehát nagyon erősen próbáltam meggyőzni arról, hogy a denevérek vírushordozó terjesztő szerepe az fontos. A mostani OTDK-n pedig a legelső érdeklődő kérdés az eszelatinával kapcsolatos. Célkitűzéseink voltak. Korábban általunk már kimutatott denevér poliomírusok filogenetikai elemzése és struktúrájuk fehérjének inszpíkó modellezése, tehát ezek részletes vizsgálata, illetve további gerinces fajok mintáiból poliomírusok kimutatása és ezek részleges genetikai vizsgálata. Minél több fajjal gyarapítsuk a génbankban található poliomírus szekvenciákat. Alkalmazott módszereink. A mintáinkat egy kétkörös szakirodalomban bevett nested PCR degenerált primer használatával szűrtük, majd ezt tisztítottuk és szekvenáltuk. Szekvenálási folyamatot én végeztem, majd a pozitív mintákat teljes genom szekvenálásnak is alávettük. Mivel cirkuláris és kicsi a genom, ezek nagyon könnyű felerősíteni nyilvesztétszerrel. Amikor már teljes szekvencia kezünkbe volt, onnantól kezdődhetek a filogenetikai, tehát a bioinformatikai vizsgálatok. Itt a számos program közül a MegaX-et, a CLC Genomic Workbench-et és a Schrödinger Mice-t emelni ki. Eredményünket röviden felsorolva, Európában elsőként mutattunk ki poliomavírus simogató denevérből, Zertesikus serotinus poliomavírus 1, tehát a kései denevér poliomavírusa, illetve a Myotis dobentumi poliomavírus 1, amely a vízi denevér poliomavírusa. Ezek a large tumor antigén szekvencia alapján teljesen újfajnak tűnnek. Large tumor antigén az gyakorlatilag a vírus reprodukcióért felelős gén, amely a genom majdnem felét kiteszi, és a Nemzetközi Vírus Taxonomiai Társaság, az ICTV által ez a gén van meghatározva, mint ami a faj elkülönítésére szolgál. Ez a két új denevér poliomavírus, az alfa poliomavírus nemzetségbe tartozik. A VP1, ez a major capsid protein, amely a kapszid külsejét építi fel, ezt modelleztük, a teljes kapszidot is modelleztük, és in silico CSF kötőhelyeket azonosítottunk ezeken a VP1 modelleken.
Ezen kívül szőlővizsgálataink során európai állatkertekből származó főemlős mintákból 5 főemlős poliomeris mutát mutattunk ki, illetve hazai volt egy poliomerist is mutattunk ki, amely valószínűleg egy új faj. Filogenetikai vizsgálatunk eredménye a szalávi törzsfa, amelynek ez a nagy rész elsősorban reprezentációs célt szolgál. Piros színnel jelöltem az alfa poliomerist, kékkel a bétát, és szöldtel a deltát, a human poliomerisokat. Ez nagyjából egy 2500 bázisparaszt szekvenciótnál készült, maximum látható módszerrel. A fába igyekeztem belevenni minél több poliomorbidust, amely megtalálható a génbankban és újfajt génban átfogadban. Ez alól kivétel a humán poliomorbidusok, mivel azok nagyon-nagyon fölül reprezentált számban vannak a génbankban, ezért muszáj volt onnan egy csoportból egyet kiválasztani. De a, mint említettem, ezeknek a vírusoknak a főnökvér vizsgálata az, és az evolúció felteresmények folyamatban, és ennek az egyik oka a nagyfokú diverzitásnak kívül az, hogy a humán, a denevér, illetve az egyéb főemlős poliomerisoknak van egy különlegesebb evolúció, és ezért sok ideig a kutatások, csak arra koncentráltak, és kevés más állatból találtam egy szekvencia, de ezt most már igyekszik a kutatók kiküszöbölni. Jobb oldalon a különített részen, ez az alsó kettő, ez által kimutatott két új denevér poliomavírus. A mellettük lévő ágon nem túl meglepő módon más denevér poliomavírusokat találunk. Azonban az egyáltalán távolabbi ágon már nem denevér, hanem főemlős, például a pan troglodytes, chimpanz, illetve gorilla poliomavírus találunk, illetve itt található az egyik merkez sejtes karcinomát okozó poliomavírus is. Ez alapján úgy gondoljuk, hogy az európai denevérek poliomavírusai valamilyen, ha nem is közelít, de rokonsági kapcsolatban állnak a főemlős és a humán poliomavírusokkal. A BPS szekvenciák alapján modelleztük a kapszulót felépítő hattagú aszimmetrikus egységet, amely egy pentamerből és egy hatodik láncból áll. Az ábrákon a pentamerek láthatóak, ezek felszíni elektrosztatikai viszonyait is modelleztük. Itt a szakirodalomban bevett módszerek jártunk el, és talán kicsit kontra intuitíven K-színnel jelöltük a pozitív töltést, és piros szín jelzi a negatív töltést. Itt látható az egér poliomavírusának modellje, ezt használtuk templántként, és itt van a késői denevér, illetve a vízi denevér poliomavírusának modellje. Itt már látható, hogy ezek igen diverzek, ezek a vírusok igen eltérőek, ezek a felszíni struktúrák és a felszíni töltöttség is. Például láthatjuk, hogy a rákcsálóknak középen ez a rész negatívan töltött, az egér, a denevéreknek pedig pozitívan töltött. Ezek nem immunológiai szerepben fontos, hanem a vírus kapszid összeszerelésénél fontos ez a töltöttsége. Ezeket az ábrákat külső nézetből láttuk, tehát mintha a vírus kapszidot kívülről vizsgálnak. Ez a legfontosabb rész immunológiai szempontból. Itt láthatóak ugyanazok a modellek oldal nézetből, az alábbi nyúlványokkal képesek ezt a pentamerek összekapcsolódni és megalkotni a gömbalakú kapszulot. A harmadik ábrán pedig belső nézetből láthatjuk, mintha a vírus kapszul belsejében lennénk. Itt az alábbi pozitív helyeket emelném ki, ide tudnak kapcsolódni a VP2, illetve a VP3 fehérjék, és tudják a teljes kapszulót felépíteni, azokat tudják az alsó struktúrát, illetve a DNS is ezekre a helyekre kötődik be. Majd a pentamer modellezés után a teljes kapszulót is modelleztük, hogy ezzel megjelenítsük a vírust, illetve lehetővé tevünk későbbi molekuláris modellezéseket. Az azonos láncokat azonos színnel jelöltük, hogy összehasonlíthatóak legyenek ezek a vírusok, és itt is nagyfokú diverzitás jeleit mutatták. A molekuláris dokkolási vizsgálatot is végeztük ezeken a BPI modelleken. Ehhez egy 3 szialil laktóz ligandot használtunk szakirodalomban bevett módon. Poliomavírusok úgy képesek a sejthez kapcsolódni, a sejt glikokális rétegéhez kapcsolódnak, amely általában egy nagyon hosszú cukorlánc,
jelent, amely egy sziásabban van lezárva. Ezért fontos nekünk ez a három szél lakózni van. Ehhez kapcsolódnak a vírusok is így képesek a sejtbe jutni. Ezen egy olyan evolúciós nyomás van, hogy a kapcsolat nem lehet se túl erős, mert akkor retenciós faktor jelentene a vírus kiütésen a sejtbe, se túl gyenge, hiszen akkor be se jut sejtbe maga az új vírus. És itt mindkét esetben azt találtuk szintén, hogy nagyon változatosak ezek a vírusok, hogy eltérő töltöttséggel csupán a felszíni struktúrákkal képesek megfelelő kötést kialakítani ezekkel a ligandokkal. És elsőként igazoltuk csupán szekvencia alapján modellezéssel, hogy ez a két denevér poliomírus funkcionális, tehát képesek fertőzni. Ugyanan kimutatott vírusok az alábbi táblázatban láthatóak. Kiemelném a Castor-Fieber poliomírus 1-et, amely a hódból kimutatott poliomavírus. Hazánkban egy jelentős hódállomány visszatelepítés zajlott, és ezeknek az állatokat nem lehet elküldeni csak genetikai módszerrel, vagy eurázsiai, őshonos, vagy kanadai hódok. És mivel az intézetükben az állatok és tanítók viszont vizsgáltuk, felmerült a kérdés, hogy akkor ezeket a DNS mintákat szűrű DNS vírusok jelenlétére is, hát a találunk új hozzánk vagyunk, hogy visszatelepített hódokban vírusokat is találtuk is, és ez a vírus 80,60% hasonlóságot mutatta a gorilla poliomavírussal. Ez valamire megtévesztő, mert igen alacsony ez a hasonlóság, egy teljesen vírusfaj, és valószínűleg nem a gorilla, hanem egy más rágcsáló poliomavírusához lenne közelebb, azonban, mint említettem, valószínűleg nincs elég rágcsáló szekvencia a génbankban. Többfüggetlenül ez egy teljesen új vírusfaj. A állatkerti főemlős mintákból is számos vírus mutatott ki. Kiemelném, hogy a Pantroglodytesből, illetve a Pogo pygmeusból, tehát a csimpánzból és a Borneo orangutánból 95-92%-os egyezésben nem más főemlős, hanem a poliomavírus 13-at mutattuk ki. Ráadásul ezek szívből származó minták, így teljesen kizárható, hogy itt valamilyen szennyeződés történik. Az elemmel koronás, tehát a koronás maki esetében is azt mondják, hogy nem egy másik maki vírusához, hanem 95%-ban csimpánz vírusához volt hasonló. Kimutatunk ezen kívül egy gorilla poliomavírus 100%-ban, illetve ami nagyon, nagyon érdekes volt számomra, hogy bonobó bélsáv mintából 100%-ban egyező csimpánz poliomavírus mutattunk ki. És ezen alapján úgy gondoljuk, hogy a faj specifikusság a főemlősöknél a poliomavírusok esetén teljesen feloldódna. Eredményeinket összefoglalva, mutatva, két új hazai poliomavírus fajt fedeztünk fel. Ezek filogenetikai vizsgálatok alapján a főemlős és humán vírusoknak sem távoli rokonaik, VP1 modelljeik és az azokkal történt molekuláris dokkolási vizsgálatok tudomásunk szerint Európában teljesen új eredménynek számítanak. Ezen kívül öt főemlősből mutattunk ki poliomavírus, ezek közül három lehetséges új típus. Bonobóból csimpánz poliomavírus mutattunk ki, és ez alapján gondoljuk, hogy nincsen faj specifikusság a főemlősöknél ezen vírus családban. Emellett igazoltuk poliomavírusok nagyon nagy fokú diverzitását, és az eredményei nagyon hasonlóak a dél-amerikai, ázsiai és afrikai eredményekhez, de mutatnak sajátos európai sajátságokat, ezért úgy gondoljuk, hogy filogenetikai rokonság további vizsgálata az eredményes lenne. Emellett hozzánkba újra telepített hódállomány vírusainak megismerése szintén nagyon fontos lenne, nem csak poliomavírusra, hanem más DNS vírusokra is, ugyanezek az állatok számunkra még ismeretlen vírusok utazói. További kutatási termünk, hogy PhD munkák során részletesebben is elvégzem ezeknek az evolúciós vizsgálatokat. Két tudományos publikációt tervezünk közölni a témából, illetve a nemzetközi együttműködés során a Nemzetközi Vírustanszolgatásság Poliomavírus Bizottságával együttműködve tárnánk fel ezeket a kapcsolatokat. Szeretném megköszönni Dr. Vidovszky Márton témavezetőnek a munkáját, illetve dr. Gellért Ágosnak, aki a fehérje modellezéssel segített, és köszönöm a figyelmet.
Ezt röviden nem említettem, de a tanedérek által ülős fertőzésben nem reagálnak olyan hevesen, mint a mi immunrendszerünkben, egy ágyas túladás, illetve antivírulás folyamatokkal, hanem ott egy együttélés valósul meg, a vírus valamilyen korában mutat, hogy néhány sejtet meg tud fertőzni. Ez minden esetben azért nem lehet régen, hogy a nemek számára például tudjuk, hogy a vezetségvírusban ők belehalnak, de mivel hogy nincsenek ezek a nagyon erős immunfolyamatok, nem egy teljes ellenségén tekintve a vírusra, ezért képesek előtteni az vírus hordozására is. Nem is betegszik meg olyan könnyen maga az állat. És itt mondjuk a gyermekben mennyire feszültem kedvezni, nem köszönöm rá, de igen, még elég sok vírus bele integrálódik, de ez nem jelent ilyen problémát. Amikor vannak magunkat ezek a hasonlóságok, de két állam, hogy mint a vírus, melyik vizet, amit találkozunk, és ezek állt utás lehetőségek, hogy itt igazak a másikra, vagy valami más is jelentett? Nem, ez nagyjából minden esetben azt jelenti, hogy ez gazdaváltásokat jelent. Tudjuk is, hogy a denevérekben nagyon gyakran cserélnek gazdát, és nagyjából 150 gazdaváltásra jut egy olyan, ami a denevérek kívülre is, tehát egy másik állatba is képes átugrani. Ez egy nagy evolúciós távlatban, ez nagyon megnehezíti azt, hogy feltárjuk, hogy melyik a közös ős. Tehát itt vannak közös ősek, mivel a poliomvírusok feltételezik, hogy már az emlősök őseiben is jelen voltak, ősi vírus. Tehát vannak ősi ágak, amelyeket próbálnak feltárni, de gyakorlatilag igen, ez azt jelenti, hogy gyakran vannak, viszonylag gyakran vannak gazdaváltások, ezért ez az oka annak, hogy ennyire hasonlítanak különböző fajta számára. De például volt egy olyan eset is a polinomos kutatásában, hogy egy humán bőr biopszia mintából ott 100%-ban egy csimpánz poliomvírus mutattak ki, és akkor ez nyilvánvalóan azt jelentette, hogy akkor ez a poliomvírus nem csak a csimpánz, hanem az ember is képes. Jó. Ezek akkor közvetlenül megjönnek át egy közkigasztával, mert mondtad, hogy ugye a bőrébe talált a csimpánzőt, és nem olyan sokan érkeznek az a csimpánzőt. Hát lehet köztük az rá át is, hogy mindkettő virusokon a gyerekből származik. De valószínűleg a felmérések ezek a állatkerti minták alapján, és az alapján beszéltünk a állatkerti dolgozókkal, hogy ezek igazából a minták nem szennyeződhettek be, csak az állatok lehet, hogy fertőzhették egymást. De hogy ezek általában a patogének, és csak akkor van gond, hogyha agresszíve válnak, egy gazdaváltáskor vagy immunkáros során, ez nem jelent benne, nem jelent veszélyt volna is. Jó, és ennek az a jelentőség mutatja, hogy mennyire változatosabb, időszerűen mennyire nincs könnyű dolgunk, mert például egy adenovírusnál ez nagyon fajta specifikus, és ugye, hogy működnek a fejvéri, ezt megállapítani, de annak központi résznek csak az a lényege, hogy amikor összeszerelődnek ezek a pentamerek, ezek a fehérre szállók ötből állóját, hogy csak a töltés alapján tudják megtalálni egymást. De igazából ez szerint teljesen lehet, hogy pozitív vagy negatív mint töltés, az most töltés. Köszönöm. Köszönöm. Ha elmegyünk akkor esély lehet, hogy együttünk valami. Nem, viszont, hogy
Aki nem érintkez az állatok külékével, vagy nem szerintem ezek nagyon ritka események, csak evolúciós távolatból gyakorló. De nem érek, ha de nem érek lennék, akkor lenne veszélye, hogy egymástól elkapjuk, de nem hiszem. Állítólag a koronavírus ideje esemény. Esetleg még egy elég rövid kérdés, hogy a madarak delta koronavírusának hatásáról mit lehet mondani? A madarak esetében a titkában vizsgált? Igen, a madarak ennyire, igen, a gamma koronavírus között teljesen külön szökhatnak egy csoportot alkot, tehát azoknak teljesen külön az evolúciója. Annak is most kezd fölívelni a vizsgálata korában, nagyjából csak a papagájból, illetve a háziállatokból, tyúkból, babeletes volt leírás, és a többi nem volt vizsgálva. Most kezdjük kimutatni, hogy ott is nagyon sok madár jelen van. Általában a madarakra vagy nincs semmilyen veszélyel, de hogyha igen, akkor ilyen nagyon csúnya bőrelváltozásokat okoz. A teljes testüket beborítják ilyen daganatok, nem tudnak túl kinőni, és nem maga a daganatok okozzák az állatnak a lábát esetleg, hanem az, hogy egyáltalán is tolozni is nem tudják. Ilyen nagyon csúnya fertőzéseket tud okozni. Mennyire macer a lábműködés? Denevérekből lehet úgy mintát gyűjteni, hogy monokolóniák vannak, tehát a szakértők tudják, hogy az csak az a denevér van. És az alatta lévő guánóból ott lehet így hullózva gyűjteni. Tehát nem tudjuk, melyik egyedül, tudjuk, melyik fajból. Illetve a denevér holttesteket lehet benyűjteni, általában ezek versenyitákban vannak. Tehát denevérből könnyű más állatoknál, ott nehezebb. Ott is vagy a szervből, hogyha elmondottál a szervnek a teljes DNS kivonását után, egy ilyen nagyon specifikus kétkörös kétszer lehet felérősíteni, vagy hogyha van üzeletminta, abban könnyebb kimutatni. Oké, nagyon szépen köszönöm, és akkor következik Túl Balázs, jelentek, hasonló, hogy kompisztika és politika. Bővített átfogás a bőrfűkvajt karakterére magának a tölgyesség és kérdezik. Én is szeretnék üdvözölni mindenkit a végezetül, és remélem, hogy az OTDK plusz konferencia egyetlen szuktás előadójaként az én előadásom vagy a témám kis csemegeként fog szolgálni bevezetésképpen. Egyébként az csak a megtévesztés része, hogy én az ELTE növény rendszertani tanszékéről jöttem, illetve a taxonómia szekciót nyertem meg, mert taxonómiáról egyáltalán nem lesz most szó az előadásomban. Ellenben szeretnék egy olyan ritkaságra számító tölgyes bemutatni, amelyek 35 éve kimondtak az erdészeti művelés alól, és a jelentősége leginkább abban rejlik, hogy a növényzetéről évtizedekre visszamenően rendelkezünk adatsorokkal. Ökológusként általában azokat a faktorokat szeretnénk feltárni, megismerni, amelyek különböző populációk tér- és időbeli elterjedését, tömegességét szabályozzák, továbbá, hogyha valamilyen változást tapasztalunk, akkor ezek hátterében álló hajtóerőket, ökológiai hajtóerőket is megismerhessük. Középhegységi lombhullató erdőkben, amilyen Magyarországon is viszonylag sokan, számos ökológiai hajtóerő ajánl. Ilyenleg a lombkoronának a természetes vagy mesterséges eredetű felnyílása vagy záródása, továbbá a klímaváltozás, ami világszerte számos társulásban okoz változásokat, valamint ugyancsak az emberi tevékenységhez köthető nitrogén ülepedés, amely számos helyen, elsősorban az iparosodottabb régiókban okozhatták a megdúsulást a talajban. Továbbá ökológiai hajtóerő lehet savas ülepedés, savas esőt okoz, vagy Európa számos országában, Magyarországon is a vadállomány sűrűségének a megnövekedése.
Jelen kutatásom a Hölgyfű projekt folytatása gyakorlatilag, amelyet még 1986-ban elég régen kezdett el témavezetőm, Stangomár Tibor, így igencsak időszerűvé vált, hogy ezt folytassuk és megismételjük az 1986-os növényzeti felméréseket. A kutatási területem a délnyugatban helyezkedik el, Felső Tárkán és Bükséc között, Völgyhő közelében 450-600 méter tengerszint feletti magasságban. Az 5,5 hektáros terület fő állomány alkotó papaja Kocsánytalan tölgy, és az anyaállomány kora 120 év, ami saj eredetű tölgyösekhez képest viszonylag magasnak számít. A terület kiválasztásában fontos szerepet játszott, hogy ezt az állományt is súlyosan érintette az 1970-es évek végén Magyarországon is megjelenő tölgypusztulás, amely pontszerű megbetegedéseket és pusztulásokat okozott az állományban, de egészében általánosságban az állomány egészségi állapota itt is jelentősen romlott. Előzetes terepediák bejárásaink során megállapítottuk, illetve hát Stabi megállapította, hogy 35 év alatt ez az állomány, amely korábban a tölgypusztulás miatt nyíltabbá vált, tehát akkor a nyíltabbá vált, több fény jutott be, záródni tudott. Hipotézisünk szerint ez a változás fényigényes fajok eltűnését és árnyéktűrő fajok megjelenését okozhatja területen. Mivel ezt az állományt 80 éves korában, tehát 1985-ben előkészítették végigvágásra, ezért körbevették labirelli kerítéssel. Fontos megállapítani, hogy ezt a kerítést azonban körülbelül 10 évvel ezelőtt elbontották, amely hatására jelentősen megnövekedett a vadhatás a területen, és ez egyrészt látványos, tehát látványosan nagyon sok nagy felületen borításban vannak jelen túrások, illetve ott a terület határán szóló, a másik oldalon meg kerítés, ezért az összes vad az én területemen keresztül jut el a szóróhoz, tehát a taposás is igencsak jelentős. Azonban feltételezésünk szerint emellett a fajkészletből is ki tudjuk mutatni a vadhatás fokozódását, illetve a vadak fokozott jelenlétét. A hipotézisénk alátámasztására szerettük volna tehát megismételni az eredeti 1986-os vizsgálatot. A mintavételezés egy egyszerű nyári felvétel volt, ami 2020. június közepétől augusztus végéig tartott, és hát a 2,5 hónap alatt egy erdészház vendégszeretetét élvezhettem, ahol igazából nem volt se víz, se áram, se térelő, ellenben pincétel a padlásig rengeteg fele, ami lehet, hogy egy kicsit spártai körülmény, de vannak, akik ezt szeretik, és én sorolom magamat meg emberek közé. 1986-ban ezt az 5,5 hektáros területet 354 darab, egyenként 12,5-12,5 méteres érintkező négyzetre bontották, amelyeket 2020-ban én a dián is látható fatérkép alapján tudtam kijelölni. Ez is egy elég nehéz munka volt, mivel korábban minden fa meg volt jelölve, és a fatérképen látható volt, hogy melyik sorszámú fa hol helyezkedik el, azonban hát ez már a legobott, tehát igen, csak nehezített volt ez a munka is. Minden egyes kvadrátban, ilyen nagy kvadrátban, 30 darab negyed négyzetméteres kiskörben vettem fel a jelenlévő látszálú fajokat, továbbá a kiskörökből kimaradó, de a kvadrátban jelenlévő további fajokat is regisztráltam, ugye mintavételezésen szisztematikusnak mondható kvadrát szinten. A változásokat 1986 és 2020 között három szinten vizsgáltam. A teljes fajkészlet szintjén hierarchikus osztályozással, tehát numerikus módszerekkel elkülöníthető cönotípusok, növényzeti típusok szintjén, valamint kvadrát szintű dinamika szintjén. Utóbbihoz különböző fajcsere értékeket számoltam, illetve megállapítottam a nagy arányban eltűnő és nagy arányban megjelenő fajok csoportját. A nagy arányban eltűnők közé azok kerültek, amelyek legalább kétszer annyi kvadrátból tűntek el, mint ahányban megjelentek, illetve legalább 40 kvadrátból kihaltak, míg a nagy arányban megjelenők közé azok kerültek, amelyek legalább kétszer annyi kvadrátban jelentek meg, mint ahányból eltűntek, és legalább 40 új kvadrátot kolonizáltak. Ezeket a fajcsoportokat, fajokat különböző nem turisztikai jellemzők alapján jellemezte. Ilyen lett a szociális magatartási típus, amely esetén olyan kategóriákat tudunk különböző
növény fajokat, tehát fajokat jellemezni, mint például a generalista fajokcsoport, a specialisták, zavaráskívül fajok, és még nagyon sok más. Míg számunkra érdekes lehet így a záróló állomány esetén az ordinális skálán értelmezhető nevességigény és relatív fényigény. Az eltelt közel 35 év alatt igazából nem tapasztaltunk jelentős fajszámváltozás, azonban némi csökkenés látható. 24 faj tűnt el teljesen. A különböző naturalisztikai jellemzők alapján jellegzetes csoportokat tudtunk ezek között megállapítani. A zárodáshoz és a fényhiányhoz köthető a fényigényes erdei fajok csoportja, amilyen a képen is látható borzasibolya, valamint a gyepekből származó fajok csoportja, amilyen a gamandorderuka. Érdekesség továbbá, hogy eltűntek specialisták is, például méregülős is a király, és a korábbi erdészeti beavatkozásokhoz köthető gyomok, mint a képen is látható mezei aszat. 14 új faj jelent meg, két fő csoportot tudunk megállapítani. Az egyik az üde-erdei fajok csoportja, ami ugyancsak a zártabb állomány klímára utalhat, amilyen a képen is látható erdei szélfű, a másik pedig a megnövekedett vadhatást jelző, bolygatást jelző zavarás tüdő fajok csoportja, amilyen az erdei csikő is. Hierarchikus osztályozással mind a két időpont, 1986 és 2020 esetén is még egymásnak nagyjából megfeleltethető cenotípust tudtunk elkülöníteni. A világos részi egyes cenotípus helyezkedik el a terület legmagasabban fekvő, nyíltabb állomány részén, és látható, hogy 2020-ra elvesztette kvadrátjainak közel a kétharmadát. A narancssárga, ez narancssárga lenne, narancssárga kettes cenotípus jellemzi a zártabb, lombkoronájú, vastagabb termőrétegű részeit az állománynak, és látható, hogy 2020-ra jelentősen tudta növelni kvadrátjainak a számát elsősorban az egyes cenotípus kárára. Az elvileg zöld színű hármas cenotípus átmeneti típus, növényzeti típus képez a kettes és a négyes cenotípus között, ugyanis a négyes pedig egy szintén szárazabb, nyíltabb, talán kicsit savasabb, meredek hegyi oldalt jelez. Látható, hogy ez a négyes cenotípus ment keresztül kvadrát számában a legkisebb változáson. Különböző fajcsere értékeket, illetve a kvadrát szintű dinamikát az 1986-os cenotípusok szerint volt a vizsgáltuk. Meghatároztuk a kvadrát szintű, lokális kvadrát szintű kihalások számának átlagát, a kolonizációk számának átlagát, az átlagos abszolút fajcserét, van az átlagos relatív fajcserét. De most szeretnék segíteni egy kicsit eligazodni. Itt azt kell látni, hogy a teljes terület tekintetében a kihalási események dominálnak a kolonizációkkal szemben. Az abszolút fajcsere és a relatív fajcsere esetén látható, hogy a legnagyobb értékek, tehát ahol a legnagyobb kvadrátszint vagy mozgás történt, az egyes cenotípushoz köthető, ami összefüggésben állhat azzal a megfigyeléssel, hogy ez a típus változott meg területében is a leginkább. Ugyanakkor a négyes cenotípus esetén látható a legkisebb fajcsere értékek, amely szintén csak azzal állhat összefüggésben, hogy ez a legkonzervatívabb cenotípus elterjedését tekintve. Megvizsgáltuk, hogy a nagy arányban eltűnő, illetve nagy arányban megjelenő fajok ilyen relatív gyakorisággal elosztást mutatnak a különböző nemturisztikai jellemzők mentén. Ugyan a nedvességigény esetén az üdefajok, tehát az ötös értéket felvevő fajok a leggyakoribbak, de talán látható annyi, hogy az eltűnőknél inkább kisebb nedvességigényűek vannak további többségben, míg a megjelenők esetén inkább a nagyobb nedvességigényűek, amely a fokozódó tüdőségnek lehet a bizonyítéka. Sajnos ezek nem túl szemléletes ábra be tudom fokozni a relatív fényigénnyel, ugyanis itt is igencsak változatos az eloszlás, de megfigyelhető egy olyan trend, hogy a megjelenők esetén inkább a kisebb fényigény árnyék-félárnyék növények irányába helyeződik a hangsúly, míg az eltűnők esetén inkább a nagyobb fényigényű félnapfény növények irányába, amely a záródó rombónak következtében fellépő fényhiány hozadéka lehet. Ja,
A szociális magatartási típusoknál egy fontos dolgot szeretnék kiemelni, mégpedig azt, hogy a megjelenők közel felén zavarástűrő bolygatási jelző fajok veszik ki, amelyeknek a térnyelése a megjelenő nagyvadak hatása lehet. Ezeket a nagy arányban eltűnő és megjelenő fajokat néhány konkrét példán keresztül szeretném szemléltetni. Számos nyílt a erdőköz köthető fényigényes faj tűnt el, amilyen a képen is látható közönséges orvácfű. A térképen láthatjuk, hogy korábban 1986-ban szinte a teljes területen előfordult, azonban 2020-ra már csak szórványosan lehetünk fel. A nagy arányban megjelent fajoknak egy jelentős része üdeségjelző erdei faj, amilyen a képen is látható hagymásfogasír. Látható, hogy követte a kettes cenotípus terjedésének és a záródás terjedésének irányát, és már csak a nyíltabb 1-es és 4-es cenotípus néhány kvadrátjából hiányzik. Nagy arányban vannak a bolygatási jelző fajok és a megjelentek között, azonban azt is fontos megemlíteni, hogy ahogy a képen is látható bolytornyás saláta, ezeknek jelentős része egyben nedves élőhelyet jelző, nagyobb nedvességigényű faj. Így feltételezhetjük, hogy ennek a fajcsoportnak a térnyelését elősegítette mind a két szempont, vagyis az üdesség, a fokozódó üdesség és a megnövekedett vadhatás. Látható, hogy korábban 1986-ban csak itt ott fordult elő, azonban 2020-ra jelentősen tudta növelni kvadrátja megszámát. Összegzésként megállapítom, hogy habár nem volt jelentős a fajszám változása területen, a háttérben intenzív kvadrációs dinamikát tapasztaltunk. A cenotípusok esetén, amelyeket numerikus módszerekkel különítettünk el, az egyes típus ment keresztül a legnagyobb területi változáson és a legmagasabb fajcsere értékek is ehhez kapcsolódtak, miközben a négyes cenotípus mondható mind kiterjedésében, mind kvadrátszintű dinamikájában a legkonzervatívabb a cenotípusnak. A kihalt és a nagy arányban eltűnt fajok többsége a záródáshoz, a záródás miatt eltűnt fényigényes erdei vagy gyepi faj, míg az új és nagy arányban megjelent fajok üdességjelző vagy pedig zavarástűrő fajok, amelyek egyrészt utalnak az ártatlan állományklímára és a nagyvadak sűrűségének a megnövekedésére. Talán így a hallgatóságban felmerülhetett pár kérdés, hogy azok a jelenségek, amiket tapasztalunk, feltárunk, megfigyelünk, jók-e vagy rosszak? Ugye ez egy elég nehéz kérdés, és nem is lehet ilyen egyszerűen megválaszolni mindent, mert nagyon sok szempont játszik, de megkérdezhetjük, hogy a felhagyás, ugye, ami keresztül ment gyakorlatilag ez az erdőrészlet, az természeti védelmi kezelésként hogyan minősíthető. Egyrészt a faállomány egészségi állapota javult az eltelt 35 évben, ami az erdészek számára információval szolgált, ugyanis ők kivágták volna 1985-ben, például azért, mert sajja eredetű, például azért, mert nagyon rossz volt az egészségi állapot a törpusztulás miatt. Azonban mégiscsak javulni tudott, és ezzel majd tervezünk is tovább menni a faállomány pontos felmérésével. Ugyanakkor a záródás hatására számos őshonos erdei faj, amelyeknek nagyobb a fényigénye, tűnik el ezekből az erdőkből, ezért ezt is mérlegelni kell természetvédelmi szempontokból. Továbbá érdekesség lehet még, hogy a megnövekedett vadhatás miatt jelennek meg új fajok, tehát mondhatnánk, hogy a megjelenő fajok kompenzálják a vadhatás miatt eltűnő fajokat, azonban így globálisan ez nem igaz, mert hogyha egy olyan gyom, egy esetleg egy kozmopolita nagyobb elterjedésű gyom jelenik meg, egy specialista, egy kisebb elterjedésű őshonos faj helyett, az azt hiszem nem mondható kompenzációnak. A klímaváltozás is érdekes, mivel úgynevezett termofilizáció nagyon sok helyen tapasztalható globálisan különböző vizes, száraz és szárazföldi társulásokban is, azonban ebben az erdőrészletben inkább úgynevezett mezofilizációt tapasztaltunk, így hát érdekes kérdés, hogy vajon ez az ártabb állományklíma mikor fog átcsapni, mikor fog megváltozni. Minden esetre egy fontos üzenet, hogy
a mikroklíma az, az igencsak eltérhet erdőkben, erdők talajfelszín közelében, talajfelszínének közelében a makroklímától, így, így az erdőknek ilyen szerepe, haszna is lehet. Ezért szeretnénk nyomon követni a későbbiekben is ezt az állományt, mert érdekes számunkra, hogy mi fog történni benne, amennyiben nem kerül végvágásra. És végezetül köszönöm szépen témavezetőnek, Standovár Tibornak a szakmai segítséget, illetve a felsőkárkányi erdészetnek, hogy biztosították számunkra ezt a kis csinos erdészházat, és kíváncsian várom, mikor fogják az állatot bevezetni. Köszönöm szépen a figyelmet! A törvénypusztulás egy országos szinten, ugye a 90-es években gyakorlatilag eltűnt. Tehát ez nem csak itt ezen a területen is, de országosan is. És persze nem azt mondom, hogy nem pusztulhat a tölgy, de esetleg az a két nagy hullám, ami végigvonult Magyarországon, az igazából elmúlt, és nagyon sok helyen tapasztalható az egészségi állapot javulása, például itt is. És az is fontos, hogy persze találgatunk, hogy éppen minek van szerepe, meg mindig is ment a találgatás, hogy azokat már 70-es évektől kezdődően mi okozta a pusztulásokat, de azért valószínű, hogy nagyon sok szempont játszott közre. Amellett, hogy lehettek fertőzések is, mint hogy most is erősen fertőzött vízharmattal nagyon sok helyen a tölgyállomány, főként az újulat, az tölgyállomány, például itt a mini területünkön. De például itt is azért kimutatták, illetve Sanyi kimutatta a doktori disszertációjában, hogy összefüggést találtak a termőhely minősége és a megbetegedések mértéke között. Illetve nem csak a megbetegedés mértéke, hanem a növedékekben is. Tehát ez is egy szempont volt, ez is egy összetevője volt, hogy Magyarországon nagyon sok helyen van törgy, ahol amúgy nem biztos, hogy törgynek kéne lennie, vagy legalábbis nem ilyen összetételben. Ahogy nálunk is itt 600 méteren a tetején, ott a nyíltabb állományban feltételezzük, hogy ott már a bükknek kéne egyébként jönnie, a szomszéd hegycsúcs ugyanilyen magasságban, annak már az a neve, hogy ott vas bükk. Most már nincs rajta egy darab bükk se ott, de valószínűleg vannak annak, hogy mi hívják. Tehát a termőhely minősége is közrejátszhatott, és azért nagyon sok minden. Én így innen ebből a szemszögből, és visszatekintve kevéset tudom megállapítani, hogy 70-es, 80-as években pontosan mi volt. Az előző téma az felvetve. Jól láttam, hogy érintettségi területről van szó. Igen. Nem lehet az, hogy egy intenzió történetet a büketőjét elcsérődni? Nem tudom, mennyire gyakori, mert nem vagyok szakember, de még találkoztam ilyen jelenséget. A gyakorlatilag jó, nem a törzsen, inkább a gyertyán is a bükk, de illetve a bükk is a fenyő, ami elcserélte egymást. Tehát mondjam azt, hogy alacsonyan tengesztéti magasságokra bejött a fenyő, és a bükk az magasabb. Lehet szó itt esetleg ilyen? Itt nem, tehát igazából a bükk még az újulatban se jelenik meg. Tehát itt tényleg egy olyan állomány van, ami azért olyan, amilyen, mert az erdészek ilyenné alakították ki hosszú, több évszázados fáradtságos munkával, kialakították ezt az egykor elegyetlen állományt. Ők az újulatban sincsen jelen, tehát itt jelenleg nem tapasztalhatjuk az inverziót, mivel nincs ők, csak az a tölgyanyi állomány továbbra is áll szépen. És pont, hogy a legmagasabb részre gondoljuk, hogy az inkább a bükknek való lenne. Tehát
alacsonyabban a törzs egészségi állapota jónak mondható, majd ezt megvizsgáljuk kicsit tudományosabban is, és nagyon jól tudott újulni, nagyon jól tudott záródni a korábban nyíltabbá vált állomány. Tehát továbbra is inkább a tetején, a terület legmagasabban fekvő részén rosszabb az egészségi állapot, és ott történt meg legkevésbé a záródás ennyi idő alatt a törzs részéről. Másik kérdésem az a júliusban ilyen hosszantó kis rovarokhoz kötődnek kis porcskák, amik megjelentek, legalábbis én az idén találkoztam először, találkoztál el elég a során. Idén már igen, de nem olyan tömeges mértékben. Voltam a bükkben máshol, ahol söpörni lehet magunkról a tölgy csipkés poloskát. Itt egyébként pont nem, itt épp hogy egy-egyet így fogtam, de hát ez tényleg itt országosan fokozottan jelen van most már. Nem érdekel én sem a témához, az érdekelne, hogy ilyenkor nem szükséges egy kontrollterületre, egy olyan másik közeli erdő, akiben valamelyik ökológiai tényező, amit ilyen háttérmozgatónak gondoltuk, kontrollálva. Tehát nincsen vadátjárás rajta, vagy folytatódik a kitermelés, vagy valamelyik tényező, amit ti hangsúlyosan képzeltek ebben a történetben, valahogy konstans módon ez alatt a 35 év alatt jelen volt. És akkor már is nagyon jó lenne, ha erre lenne lehetőségünk, de erre ilyen adatsorokkal csak erről az 5,5 hektáros, ilyen adatsorok csak erről az 5,5 hektáros területről van. Tehát sajnos nem tudunk még egy hasonlót találni, mert arról nincsen 1986-os adatunk. Tehát a jövőben én is szeretnék gondolkodni kísérletekben is, amennyire az erdészet ezt engedünk. De jelenleg ezzel nem tudtunk foglalkozni. Jelenleg tényleg csak az volt, hogy ismételjük meg az 1986-os vizsgálat, hogy itt is nézzük meg, mi történt. De nagyon érdekes lenne, és én is szeretném tovább menni ebben az irányban egyszer. Magyarországon még vannak ilyen vizsgálatos állapot, nekem már rejtettük eszembe, és van egy olyan, hogy a webbeszerját összemeltetek, és nem tudom, hogy van egy olyan kommunikáció esetleg azokkal össze lehetne vetni, tehát azoknak az erdőtanúsoknak a dinamikájára össze lehetne vetni ezeket eredményeket, és akkor abban lehet kicsit több volna derülni ki. Igen, össze lehet csak egyszer és nem is összelehetetlen minden, tehát nem tartom valószínűleg, hogy tényleg egy ilyen hasonlót, ami egyáltalán ténylegesen összevethető, vagy tudunk egy hasonló területet találni, ami pont ott lenne, pont úgy, pont olyan alapközet, pont olyan történettel, mint ez az állomány. Tehát ez egy speciális állomány, és ez majdnem biztos, hogy nem találnánk ilyet, de végül is egy próbát megérhet végignézni, kinek milyen van ilyen kutatási területként. Megyünk tovább ezeket is. Köszönöm. Nekem van az mögöttem, hogy mennyi idő alatt van ilyen esemény, hogy több faj kihal, megjelennek új fajok, hogy nem lehet az, hogy mondjuk azt gondoljátok, hogy több faj, ami kipusztul, de még csak abban az időszakában vagyunk annak a periódusnak, hogy sokkal több faj megjelenhetne, csak éppen ez a 35 év, ez nem tudom, hogy mire elég, vagy mire nem elég, csak hogy a 35 évig nem érzem már semmi erre a területre, akkor lehet, hogy csak az utóbbi 5 évben kezdtük el az időt megjelenni, és sokkal több faj jelenhet. Itt több mindenre is tudnék reflektálni. Egyrészt nem csak ez a két vizsgálat volt, de a teljes területet érintő szisztematikus vizsgálat viszont csak ez a kettő volt, tehát én az adataimat leginkább azzal tudom összevetni. Tehát az 1986-ossal voltak kisebb területen frekvencia adatokat is vettek föl, ahogy én is. Szóval a szészet dolgozatomban ezekkel is foglalkoztam, mindenféle kusztával ezt is végeztem, aztán minden ezt kiszedtem inkább az izgalmasság kedvéért. Tehát egyrészt vannak adataink, 2008-ból is van egy, ami egy pont a kerítés elbontás időpontja. Tehát úgy fel tudjuk ezt a 35 évet bontani egy kerítéses időszakra és egy kerítés nélküli időszakra. Tehát ezt a dolgozatomat nem inkább erről írtam, és akkor statisztikailag is alátámasztottuk ezeket a megfigyeléseket.
Tehát láthatjuk azért, hogy mi volt történt, mi az, ami már ténylegesen megjelent. Viszont az is igaz, hogy most én egyik évből, aki vonultam nyáron, van biztos, hogy vannak olyanok, amiket nem láttam. Lehet, hogy nem biztos, hogy van teljes nyitva is, viszont az teljesen természetesen nem látom mindent. Vannak olyan geofitonok, amik nem jelennek meg egyszerűen minden évben. Tehát ez is játszik, de szerintem így próbálunk együtt jelenni. És azért nem jelentős az évben. Köszönöm. Mennyire volt semmilyen új technikát, mert nem alkalmazni kutani tanárt 1990-ben, nem tudom, van már szót fejével végeztük el a szintikációt is. Ugyanaz a szintax 3. És a Stanley-nak nagyon jól megvoltak a táblázatait, tehát az nem volt sok dolgom, inkább az volt nehéz végigszűrni fajonként, hogy azóta változtak a fajnevek. Nagyon sok és nagyon, nagyon eltérő is tudott lenni, és ráadásul ilyen kis rövidítéseket használtam, amikben már sokszor ős emlékeznek, minek a rövidítése, szóval az is egy hosszadalmas volt, mert végigmentünk, hogy melyik faj mi lehet. Az ő adatai nagyon jók voltak, és akkor mind a két adatsoron kívül elvégeztük az osztályozást. Például az osztályozást így most ott nem a 80, tehát nem a diszertáciából láttam ki ezt a képet, hanem az nem, ez is most az UNKP-ban megértik, hogy megcsináljuk a patérték pontosítását, tehát az elég nagy munka lesz, tehát sok ezer fa van itt, tehát azóta jött fel ugye újulatként is, amiket újra fel kéne venni az eddigi, és tudom hány ezer tölgy volt fölvéve, és azóta sok elegyfa is jött föl. Ezt csináljuk, tehát ez fontos, hogy van. 30 fél múlva, hogyha valaki ezt meg szeretne nézni, ha még áll az állomány, akkor tudja. Valahogy meg is kéne jelölni, mert tényleg nem most se látszanak a jelzésen, minden 50 fát, hogyha látszik a festés egyébként. Köszönöm. Köszönöm. Szépen köszönöm. 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 Kicsit a bocsánat, hogy nem állt össze a dolgokat. Azt mondom, hogy megjött a polcer, a kompromisszumlása, igen. Már 86-ban volt, 85-ben tövették a kerítést. Akkor azt mondom, hogy addig volt a bocsánat, nem? Mert ugye csak azután, de 86-tól kb. 2010-ig akkor nem volt a kosár, hát igazából ez a 35 év, akkor egyre gondolod és értelmezed, az nekem történet tudományból jövök. Én úgy érzem, hogy ez több kisebb szörnyen az átlaga. Ráadásul úgy, hogy az előző a fénygazdag időszak, a relatívat fénygazdag időszak, nem kellett hosszabb legyen, mint most a egyrészt a taposás, meg a vad sűrűség akkor nem volt. Tehát azóta drasztikusan növekedett a vadállomány sűrűsége, tehát az egészen más volt akkor, mint most. A fény esetén igazából fiatalabbak is voltak a fák, tehát azért azóta magasságban mindenben nőttek, tehát a záródás az egy azóta, hogyha nem történt volna törpusztulás, az egy azóta is tartó folyamat lenne a fáknak a növekedése és záródása, tehát igazából én láttam képeket ugye 80-as évekből is, és picike fák, picike 80 éves tölgyfák álltak ott, amiknek nem volt olyan sűrű, valószínűleg
előttes a tőtmusztulás előse a lombkoronája, mint most, amikor... De akkor a szerintem a kerítésünknek a szerepe érdemben, mondjuk indulásként, mert ugye úgy tudtunk az kerítésben, amikor most előtt meg a állomány, és akkor a tégén normális teljesen is a támfejlődő előttet a bejátszó szövődőjét, Jó. Igen, tehát ez nem csak mi látjuk, tehát olyan, mint más. Én meghatározó faktornak tartom. Egyrészt az, hogy bekerítették a területet, az gyakorlatilag így konzerválta azt a növényzetet, ami volt. És utána kezdődött el ez a borzalma, tehát ez az egyik része, ez a hatalmas vadhatás fokozódás, vagy vadállomás hűségének a növekedése, és az gyakorlatilag konzerválva volt az az állapot, vagy egy ahhoz hasonló állapot, ami itt az elmúlt évtizedekben. Hogyha, és közbe történt meg, tehát nem tehát biztos, hogy nem is számít az, hogy ez le volt választva, mert különben ott is folyamatosan történt volna a vadaknak a terjedése, és az, ami minden más állományban zajlik, az, hogy gyakorlatilag újulat, az Magyarországon országos tendencia. És ugye nagyon sok európai országban, ahol esetleg máshogy kezelik a vadállományt, ott is ezt tapasztaljuk, hogy az öregedő állományokban, amiket Nyugat-Európában sokkal több erdő van kivonva az ilyen erdészeti művelés alól, mint ahogy nálunk, tehát itt azért nagy üzembe zajlik továbbra is az erdő művelés, és ott is ugye ezt tapasztalják, hogy öregedő állományokban tűnnek el a fényigényes fajok, és ezért ez egy kérdés, ha ebben az állományban nézzük, ha egy másikban, hogy akkor hogyan tudjuk ezeket a fényigényes fajokat mégiscsak ennek ellenére fenntartani, milyen természetvédelmi kezelések szükségesek egy magára hagyott erdőben. Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm mindenkinek a előadást, köszönöm nektek, hogy voltatok elhasználtak előadásaitokat. Ezzel lejár ezt a becsak az előadás része. Ugye az nem van a kérdés, hogy ott van nálam a pontozólap, és akkor az a kérdés, hogy a pontozatok. És a igen, bele lehet tudni.